Morning Show. Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. We weren't born. Hat óra után 15 perccel itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani! Mindenkinek elkezdjük mi is. És itt vagyunk 7:45 pontosan. Na, hát nem mondom, hogy régen találkoztunk. Olyan régen nem volt, mi együtt töltöttük a tegnap estét. Erről akartam már tegnap is beszélni az elköszébe, csak aztán valahogy itt elfelejtettük, meg másról beszéltünk. Hogy ugye forgattunk, és történelmet írtunk tegnap. De mekkorát, így van. A kapcsolatunk történetében, vagy történelmében, hát ez egy mérföldkő volt, gyakorlatilag ilyen még nem történt. Hát kisebb próbálkozások kisebb, már igen. voltak, de ott én hang nélkül. Igen, de akkor megfúrtalak. De azt én éreztem már akkor is, meg az Jóos is, hogy nem, ott még én csak hang nélkül lehettem jelen. Anna, ugye, amikor kint voltatok Afrikában, persze. akkor én kétszer egy percre föltűntem a televíziós műsorban, de most de az is más. De most más volt, mondjuk el a hallgatóknak is, hogy tegnap forgattuk ugye a Gyertek át szombat estét, és Feri volt az egyik szereplője a második adásnak, ahol ráadásul Jani is ott volt, tehát egy ilyen kis külön morning show-s külön kiadás volt, és hát együtt mulattuk az időt egészen, nem is tudom, mikor kezdtünk, 6-kor kezdtünk, 8-ig körülbelül együtt töltöttük az időt az RTL stúdiójában, mert ugye, hogy csináltuk a műsort, és ennek Feri is vendége lesz majd a tavaszi szezon. A tavaszi szezon egyik adásában, majd mondjuk, hogy melyikben, egészen pontosan. Ott lesz Feri is. Nagyon érdekes volt a dolog. Egyrészt az autón, amikor mondtam neki, hogy televíziós forgatásra megyünk, nem értette, hogy merre kanyarodsz. Apa, a biztonsági őr furcsán nézett rá, szóval biztos ez? De nem tévesztett el a székházat, kedves Feri? Nem ide kell jönni. És hát nagyon-nagyon jó hangulatú volt a dolog. Egy ember volt, akivel nem lehet róla beszélni nyilván, akivel továbbra se jutottunk közös nevezőre, majd a műsorból kiderül, hogy miért. Lali vagy gyerekek, aki én magam nem értem, hogy ő hogy létezik, hogy él. Igen. De hát biztos jól érzi magát. Így érdekes, szórakoztató színfolt. Az ő maga egyszerűségével. Igen. Igen, aki majd a műsort megnézi, az rájön, hogy nekünk mi, hogy van. Egy elcsöpett megfejthetetlen. Az, tehát nem tudod, hogy hova tegyed a csávót. Tehát, és nagyon-nagyon jó volt. Vagy nem, vagy ő most ezt eljátsza, vagy nem játsza, vagy már maga alá temette, vagy már ő se tudja, hogy melyik az eleje, melyik a vége, hogy hol kezdődött, hol végződik, hol tart. Fogalmat sincs, nem érted. Én is csak így moziztam, tehát, hogy én akár egyszer, amikor találkozok el, így nézem, és így próbálok így rájönni az embernek a titkára, hogy most ez igazi? Tehát, hogy ő tényleg ilyen? Ő tényleg ilyen, vagy csak ilyen, de ő egyébként tényleg ilyen, igen. Na, és jól érezted magad? Nagyon jó volt. Nagyon jó volt, köszönöm szépen a meghívást, a gázsit is, az is jó volt. Minden szuper, tényleg. Jó van. Nagyon jó, pörgött a dolog, én jól éreztem magam, nyilván ugye ott voltak egy csomó, akik már többször is voltak a geszti, a Janiról nem hogy, is beszélve. Minél többször vagy annál jó. Könnyebben, annál könnyebb. Hát, kamillázol, hogy akkor merre van előre, kit hogyan lehet piszkálni, ki bírja, ki nem bírja. Mindenkit bárhogy. Egyébként igen az a jó. Mindenkit bárhogy. Az egyébként a műsornak, bocsánat, hogy a szabad vágok, de hogy tényleg így sok embernek még mindig nem esik le a tantusz, és vannak olyanok, akiknek meg igen, és én őket nagyon-nagyon respektálom, hogy leesik nekik a tantusz, hogy ez a műsor ez pont erről szól, hogy picit már ugye a játékok alá vannak rendelődve, annak a végtelen kaszabolásnak, osztásnak, savazásnak, pirításnak, darabokra szaggatásnak, ami egyébként a műsoron belül megy, és tehát, hogyha a műsornak lenne egy alcíme, akkor annak mindenképpen azt kellene, hogy legyen, hogy
hogy nem ér megsértődni. Tehát, hogy aki ide eljön, az már önmagában egyébként egy nagy mély meghajlást, meg kalaplengetést megérdemel, mert gyakorlatilag bemerészkedik az oroszlán barlangjába, anyaszült mesztelenül, és olyan keresztüzet kap, hogy elképesztő, és nincs olyan, hogy a te csapatod, meg az én csapatom, mert mindenki oszt mindenkit. És főleg egyébként ez a hölgyeknél nyilvánul meg úgy, hogy én komolyan mondom, hogy mindenkiről téldre borulok, a Szabó Zsófitól kezdve a debreceni Zitáig, aki most egy nagyon kellemes meglepetés volt nekem. Az egy dolog, majd megszokja, mert remélem, hogy jönni fog még. És osztottad, igen. Igen, de hát már az elején én mondtam neki, hogy nem. Nincs harag, semmi személyes, ez egy műsor, itt ezért vagyunk itt. Meg tényleg, tehát, hogy eljössz, és basszus, nem ez a kis puncsolgatás, nem ez a, hogy hívják, kis álságos udvariaskodás, meg terelgetés, meg hogy érzed magad, jaj, jól vagy, meg izé, meg akármi, nem, gyakorlatilag gyöngyör a gyerek, meg stb., meg az új kapcsolatot, és igen, és akkor úgy, nincs ilyen, nincs nem. Ilyen. Itt osztás van. Így van. Úgyhogy gyakorlatilag mindenki előtt le a kalap, aki elmeri. De jön, mert vannak egyébként olyanok, ez sem titok, aki azt mondja, vállalja. Aki nem vállalja. Hát olyan, aki helyen is megsértődik, olyan nincs, aki azt mondja, nem érezni jól magát, aha, hogy nem mer eljönni, olyan van, igen. Kevesen, de van egy-kettő, aki talán fél, igen, vagy nem akar eljönni, de aki eljön, az már mind jól érzi. Ez az adok-kapok is jó volt. Én megmondom nektek őszintén, hogy én ilyen játékos ember vagyok, úgy tűnik, én marhára imádtam a játékot. Ugye átszellemül mindenki ott. Tehát a izét, hogy rakjuk ki, ki az Isten, kiről beszélsz, talált ki, csináld meg, figyelj, nagyon jó volt, és hát a csapatunk az gyakorlatilag vágtázott végig. Hát mindegy. És nem minden mondjatok el azért. Minden nem mondjatok el azért. Addig meg úgyis elfelejtik. Majd úgyis beszélünk róla, én tudom, hogy mikor megy adásba, és akkor még beszélünk. Úgyhogy jó volt, de így minden tiszteletem a tiétek, hogy kettőt lenyomtatok tegnap, tehát ugye János kettőben is vendég volt, ezt is el lehet mondani, te meg kettőben is műsorvezető, érdekes módon. És ma még kettőt ráteszel, élni tudni kell, apám, így is van. Még elmentem mozogni egyet utána gyorsan, még voltam egy óra, 8-tól 10-ig. Este még muszáj volt, igen, ilyenkor mindig elmegyek, ha tudok egy kicsit játszani. 3-4-10-re értem haza. És konkrétan megtörtént velem az, ami ritkán történik meg, hogy ma nem emlékszem, hogy kerültem idebe. Nincs olyan, hogy vezettek is a végig jut eszetekbe, hogy nem emlékszel a hídon, mi történt, nem emlékszel a szerémén, mi történt, csak azt tudom, hogy egyszer csak itt állok a rádió előtt. És ki esett a 20 perc? Behozott a rutin, valószínű, nem emlékszem, hogy mi történt, semmire. Tehát tudod, azért mindig tudod, hogy hányan mentél a hídon, hányan voltak, milyen autó állt melletted, semmi. Tehát azt tudom, hogy egyszer csak itt voltam a rádió előtt. Nem tudom, hogy jutottam és be. Azon gondolkozz el, hogy lehet, hogy csak marha nagy mákod volt, hogy mindig zöldre váltott a lámpa. Nem is láttad. Mert ugye van a rutin, amit a Jani mond, hogy nyilván megálltál, csak már nem is emlékszel, és lehet, hogy úgy jöttél végig, hogy semmire nem is figyelsz, csak zöld. Kaptam egy zöld hullámot, hogy egyszer nem tudom, hogy értem ide be. Amikor úgy tényleg vannak útszakaszok, amikor fölébredsz, illetve meg az nem emlékszem, hogy mi történt, tudod, vagy így ébredjek föl. De fönn voltam, meg vezettem, fékeztem, megálltam, amikor kellett, de nem tudok semmit visszaidézni. Döbbenet egyébként, nagyon fura érzés. Ugye ez csak itt vagyok már. Hát valószínűleg ez a fáradtság miatt. Fáradtság miatt volt, hogy az ember nem emlékszik, hogy tudott eljutni, de itt vagyunk, úgyhogy elkezdjük a ma reggelt. Egy jó kis kávéval majd. Mindenek előtt. Nem? Igen. Én még egyel. Tessék? Én már egyet betoltam, de szerintem még rádobunk egyet. Na, ami az időjárást illeti, nincs meleg, illetve pontosabban nem nincs hideg, meleg se, de ilyen plusz 4-5-6 fok, ami egészen kellemes, és itt Pesten nevesik az eső. Mondanak majd egy kis lehűlést és esőt, aztán újra napot. Tehát az szokásos változékony, és nem tudjuk, hogy milyen idő. Persze, nem baj, ha mondják, csak ne legyen. Bocsátkozunk jóslatokban. Eső ne essen, igen. Februárban mondjuk, ez a plusz 4-5, meg napközben 10-valahány fok volt. Tegnap is, tehát 10-valahány, ezt ne felejtsük el. Tűnik el a tél, ez most már szerintem teljesen egyértelmű, hogy egyre kevesebb hó van, a gyerekeim már nem nagyon fognak tudni játszani ezzel, nem, az unokáim már nem is nagyon ismeri, egyszerűen te tűnik el, nem? Tehát a nagy hidegek, nagy havak, azok eltűnnek. Egy ismerősen mesélt, hogy elmentek hószánozni Romániába, és ott is érzik, hogy egyre kevesebb és kevesebb hó van, de azért ott még mindig van. És még 5 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor elmentek hószánnal, akkor hát mondták, hogy arra készüljenek. Hószán nagyon húzó, ilyen motoros hószán, nagyon durva. Hószán egy japán sielő. De nagyon nagy hóra kell készülni, csak hogy a magyar ember mennyire nem tudja, hogy mi ez a nagy hó. Ugye, hogy itt leesik 2 centi hó, és áll a város. 2 cent, és megbénul minden. Elindultak a hószánnal Romániába, és megálltak valahol. És
kérdezi az ismerős, hogy mekkora hó van itt, ahol most vannak. És mondja a túravezető, hogy olyan nagy hó van, hogy a fák tetején mennek éppen. De. A fák tetején, mondta, hogy fönn vagyunk a fának a tetején. Itt akkora hó van. És ahol megyünk, az a fának a teteje végig. Tehát tulajdonképpen a levegőbe, az egy minden, az egész erdőt belepte a hó, és mondta, hogy a fa tetején haladnak éppen. És egy ilyen 30, mint 20 méter, 15-20 méteres hó van alattuk, ami nem szakad be, írja, hogy a fa tetején. Azért az ennyire az durva, nem? Te csak azt látod, hogy valahogy máshogy vagy. Milyen most ültették ezeket a szép kis fákat, milyen aranyos, hány év még megnő, nem, ez csak a csúcsa. Bizony, és hogy látszik. És a Pali nem akart elmenni, atya úristen, itt ilyen hó van Romániában, hogy a fa tetején tudnak menni hószánnal. Ezt pont nemrég hallottam ezt a történetet, de már ott is sokkal kevesebb van. Itt viszont eltűnt. Nem? Semmi, nem tehát, is volt gyakorlatilag. Nincs már. Nem is lett egy volna. Dráma. Hát, hogy a téli sportok szempontjából, hogyha ezt nézzük, és nem csak mondjuk az amatőr sportot nézzük, hanem a profi sportot is, hogy biatlon versenyeket kell rendezni az év másik időszakában, másik kontinensen, Kanadában, Új-Zélandon, azért, mert hogy egyébként Európában, tradicionális helyszíneken elmaradnak nem versenyek, elmaradnak futamok, mert egyszerűen nincsen hó. Igen. Mi volt a meccs tegnap? Én csak félszemmel láttam, hogy az kastárom, hogy a Ronaldot mutogatják állandóan. Ő a Real Madrid, a Real Zidane-t láttam mindig. Igen? 0-2 gyakorlatilag, ugye a Rómát leküldték gyufáért. Én az Zidane szeretem, és az Zidane-nak drukkolok, hogy nyerjen vele a Madrid egy-két trófát, úgyhogy őt láttam. Igazából akkor 2-0-ra nyertek? Uh-huh. Ronaldo rúgott gólt? Igen. Azt nem tudom. Nem? Ezt nem tudom. Együtt voltunk. Fél kilenckor kezdődött. Csak mondom, hogy az Zidane ott láttam, hogy most mosolyognak meg ölelkeznek. Na jól van, hát akkor mutassuk meg, mi történt velünk tegnap, jó, hogy mindenki egy kicsit felébredjen. A reggeli indulásról beszélgettünk, és arról, hogy ez hát sok családnál milyen nehéz. Többen konstatálták, hogy megnyugodtak, hogy ez nem csak náluk nehéz, hanem mindenkinél. És arra kértük hallgatóinkat, hogy egy mondatban foglaljátok össze, hogy nálatok hogy indul a reggel, és mi lenne az egy hosszú mondat, amit belefűznétek abba, ami elhangzik nálatok reggelente, mire a család el tud indulni a munkába és az iskolába. Nagyon helyes SMS-ek jöttek, és mindenki kicsit azt érezte, hogy na jól van tényleg. Akkor azért ez máshol sincsen másképp. Nincs baj a nem? világban. Nincs baj a világban. Értve van, de legalább másút is van. Igen. Úgyhogy mutatjuk, mi történt velünk tegnap reggel. Jó, ha valaki játszana, akkor küldjön SMS-t, és előtte még gyorsan, csak hogy a hallgatóink is érezzék, hogy nem hanyagoljuk el őket egy-két SMS. M1-es, 1-es halom felé Lébénytől kisköd van, de még nem köd záró. Jók vagytok, Norbi küldte nekünk. Azt mondja, hogy ma vizsgázik a feleségem vezetésből Kaposváron. Egy tarzanövöltést kérhetnék neki? Hát azt nem, de drukkolunk. Igen. Mi volt, gömbhal? Igen, gömbhal volt, tarzan volt. És tigris nyelv. Feri az RTL-en, de ő TV2-s, nem? Szatyi, érdekes, hogy valahogy bennem is ez él, hogy te TV2-s vagy, de jelen pillanatban nem vagy TV2-s, jöhettél nyugodtan. Igen, tehát, hogy nem. Többet voltál TV2-n, de nem vagy most. Igen, voltam annó az RTL-en is, a TV2-n is, szerződésem nem volt a TV2-re, úgyhogy nem volt okom, hogy visszautasítsam ezt a csodálatos felkérést. Eljöttél vendégeskedni, igen. Egy hete nem működik a mozgó lépcső, nem tudni miért a nyugatiban, ezt Laci küldte nekünk. Valami Tahi felüli részén Leányfalunak újból lézersót tartanak a rendőrök, a nagy érdeműnek, Zoli drága vagy, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Rajka és Mosonmagyaróvár között köd van, annyira, hogy még a buszsofőr is csak satszol. Mindenki óvatosan, üdv Gergő. Ah, nem tudom, mit satszol. Szambora az Isten. Ah, hát ez a Bon Jovi jó volt reggel. Jó volt. Na, jó, ennyit az SMS-ekről, mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Aztán lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk majd a hírek után. 10 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk minden drága hallgatónak. Itt vagyunk, és nézzük a közlekedési híreket már is. Veszprémben a Pápai úton rendőrök ellenőrzik az autósokat. Most pont olvastam egy nagy cikket Veszprémről, itt, amíg hevertem kint a kanapén. Jót vagy rossz? Nem jót, és ilyenkor mindig azt csinálom, hogy elküldöm saját magamnak a cikket, és megjelölöm zászlóval. Kezdtek megőrülni. Minden cikk, ami engem érdekel, elküldöm magamnak, a saját e-mail címemre, bejelölöm, és van egy külön mappám, ahol csak a jelöltes a e-mailjeim vannak, és akkor ott minden ilyen fontos cikket elmentek. De nem iszod belőle semmit így, hogy nem. Ezt mindenképpen olvasd el, Balázs. Jegyzet. Eljutottam mind az elhűlés egy fázisába, hogy magamnak küldözgetek e-maileket a saját e-mail címre, és megjelölöm, és amikor van egy kis időm, akkor a sárgával megjelölt e-maileket átolvasgatom. Nézzük, miket küldtem magamra. Nézzük, mit küldtem a magamnak. Mindom az univerzum hangja, meg a Vesz, hogy egyszer majd a család a Veszprémbe megyünk, akkor össze volt szedve most egy csomó program, hogy mit érdemes megnézni Veszprémbe. Mondom, ezt tök jó, elküldöm magamnak, megvárom, megérkezik, örülök, hogy megjött az e-mail, amit magamnak küldtem, és sárga csillaggal megjelölöm. És van, mutatom, figyeld,
mutatom, hogy itt van, az ott van, meg van már jelölve sárgával, és itt van, hogy Gmail, már jár, figyelj, csak meg összes bejövő, nem? Aha, de jó lenne, tudnám kezelni, és ott van, csillagzott, nagyon hol jó. Van a megjelölt, mindegy. És ebben ilyen kis kiránduló helyek, fontos információk. Minden, képzeld, hogy minden, minden benne van. Hát, igen. Igen. Itt van, nézd, és itt vannak a sárga e-mailek, csillagzottak. De és így ennyit már elküldtem magamnak. Ezek megjönnek? Hát persze. Nagyon boldog vagyok. Ugye, hogy nagyon levelet kaptam. Nézd, de jó, nézzük csak, azt mondja, hogy, hogy Balázs szerint önt érdekelheti ez a cikk. De jó. De aranyos, ez a Baláshoz küldött nekem. Ki ez a Balázs? Ja, jó fej. Igen, és itt vannak még 2016 kedvenc, nem tudom, papír. Az Iron Lady találkozás, nem tudom ki. A tökéletes brownie, cukor és gluténmentes. És valamit látok, almás marcipános muffin. Hallgassa meg az univerzum hangját. És akkor ezt így elküldöm magamnak, és ülök a budin, és meghallgatom az univerzum hangját. Tök jó. Jó, mintha megnézed a tökéletes brownie-t. Ja, tökéletes brownie-t, és miközben gyártom a tökéletes brownie-t, meghallgatom az univerzum hangját. Na, a hét utolsó előtti játékosa már itt vár a vonalban, hogy legyőzhessen bennünket, úgyhogy megnézzük, ki ő. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggelt kívánok, sziasztok fiúk! Évi vagyok Pátyról, és én itt a helyi iskolában vagyok, iskolatitkár. Itt a bemutatkozásról. Egy ember, aki mindent elmondott magáról, érted? Hát nincs titok. Hát meg a játékkárára megy, hát nincs előtte biztos, hogy... Iskolatitkár. Mi újság, ti is részt vesztek most a demonstrációkban? Benne vagytok? Hát, politikáról most talán ezt most kihagynám, ezt a témát. Jogos, jogos, hát, persze, csak kérdezik. Hát, itt a kinkesedésen belül valaki hallgatja a rádiót, ja, és nem biztos, hogy nekem ez a következő mondatom pont ez, tehát nehogy rátszálljon a klik, hogy adásba hát, betelefonálgatunk, Balázsékkal játszogatunk. A helyet, hogy tolnánk a szekeret. Mi nem adunk ki információt róla. Helyes. Hallottam már. Egy-két emberre rászállt a klik, elképesztő. Hát most hallgattam én is, igen, a rádiót. Döbbenet, gyerekek. Döbbenet. Felszólalsz, hogy valami nem tetszik, és rátszállnak. Elképesztő. Hát igen, igen, úgyhogy maradok csöndben inkább. Jó, mi nagyon drukkolunk egyébként nektek, már mint a tanároknak, és nem valaki ellen, hanem miattatok. Hanem, hogy az egész, igen. Igen, igen. Meg a gyerekeinkért, meg más gyerekeinkért, meg a jövőért, meg a jövőnkért, tehát hogy én bízom, hát igen, lesz. Az a baj, hogy itt most a gyerekeket teljesen, tehát itt most minden mindenkiről szól, csak éppen nem a gyerekekről, tehát igen. De én remélem, igen, most már azért ezt ők is kezdik látni, hogy a klip az nem egy működő rendszer, hát, lehet, hogy felbontják, részekre szedik. Szerintem ez enyhülni fog, ez a fajta ostoba központosítás. Reméljük, van, reméljük, mert tényleg itt a pedagógusok sem tudnak a gyerekekre koncentrálni, mert itt mindenféle háttér. Igen, hát a legfontosabb ebben ők, szóval ez nem is a politikáról szól, ez a gyerekeinkről szól, hát mindenkinek, akinek iskolába jár a gyerek. Arról kellene, bizony. Abszolút, igen. Na, kivel játszanál? Hát Balázs, te már olyan sokat játszottál mostanában, úgyhogy most téged kihagynálak. Jó, és Janit szeretném. Nagyon kedves, köszönöm szépen a megtisztelő bizalmat. Indítjuk is az órát, figyeljetek. Rendben. 3-2-1, tessék. Jaj, készültél kérdések? Ja, bocsánat, hogy szabadba vágtam. Én kérdeznék, jó? Élhetnék itt az élő adás adta lehetőséggel? Egy üzenetet szeretnék, az én drága nagyfiam Angliában dolgozik. Angliában? Egy éve Angliában, igen. Azt a végét! Te primitív! De visszakérdezés primitív! Annyira gyenge, hogy az már most én kérek elnézést, bocsánat, tényleg. Tényleg Angliában, igen. Ez kicsúszott, kicsúszott. Ez kicsúszott, pedig megígértem neki, hogy üzenek neki a fenébe, de azért üzenhetnék így élőadásban. Mondja, Déva, kinek? Imádlak, drága, Gábor nevű nagyfiamnak. Imádlak, drágám, és büszke vagyok rád. De a játékot elvesztettem. Sajnálom, hát bögre el. De nekünk ez mindent megért, ez a szavacska. A kicsúszott nagyanyásod, Gábor, anyádban van temperamentum rendesen. Mamában van rendesen. Ott a lendület. Van benne rendület. Bocs. Hát, figyelj, én kérek elnézést. Én nagyon pedig szerettem. Úgy rá készültem, esküszöm. Hát így jártam. Anyátokkal. Rá, így jártam anyátokkal, így van. Igen. Igen. Mit csinál a gyerek Angliában? Szakács. Szakács. Szakács.
ki akartam csikarni ezt a szakácsgombot, hogy milyen színű, fekete vagy fehér, de hát odáig nem jutottam el. Legközelebbé van. Jó? Rendben van, köszönöm. Pedig a azt mondtam volna, hogy nem tudom. Na, igen, valószínű, igen. Jó munkát hát nektek köszönöm. Ott, Pátyom. Nektek is szép napot, köszönöm. Sziasztok. Ügyesek legyetek. Ciao, hello. Hello, hello. Na, hát ez helyes volt, néha ez így kicsúszik élőadásban, ugye? Teljesen váratlanul. 4 perc, pontosan 7 óra, Nagykónyi előtt a másik felől defektet szerelő úriember, figyelje mindenki, ezt Roli küldte nekünk. A klik olyan, mint a szovjet népmese, aki nem hiszi, annak utána járnak. Jó. Mori, aludtál már a könyvjelző funkcióról, elmentetted a böngészőben az érdekes, később megnézendő oldalak ciklinkeit. Á, bonyolult. E-mail elküld, megjelöl. Gyerekek, analóg srác vagyok, igen. Én ebben a digitális világban nem használok éneket. Veszprémben a Pápai úton rendőrök ellenőrzik az autósokat, úgyhogy ott is figyelje mindenki. Zsámbéknál gyalogos Győr irányában az M1-esen. Zoli, köszi, hogy elküldted. 3 perc óra, 7 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És a tegnapi kis közös forgatásunkról lesznek majd pillanat felvételek fönt a Facebookon, sőt az Instán is, most, hogy újra tudok már instázni, mert hogy telefon cseréltem, és 3 napig nem tudtam belépni a saját Instagram oldalunkra, mert elhagytam a jelszót, de most sikerült megfejteni, úgyhogy újra ott vagyunk az Instán, lassan 100 000-en vagyunk az Instagramon is, ami csak mondom. Gyenge. Ami ma kis magyar viszonylatunkban azért az egy nagyon szép száma. Itt inkább azért Facebookoznak ugye az emberek, meg ibiveznek, de hogy is nem. Még van. Emlékeztek az ibivre? Igen. Ibivezel? Ja, az nem itthon születik, az iviv, hanem Amcsiban, szerintem akkor az a Facebook. Az megelőzte a Facebookot. Hát persze. Megelőzte a Facebookot, és rettenetesen nagy siker volt, mindenki ibivezett, ugye, és aztán jött a Facebook, és akkor szépen meghalt, de az óriási dolog volt, igen, és hát a magyar agyak álltak az ivi mögött. Szóval, ahogy lesznek majd a tegnapi forgatásról, mert hogy Feri látogatást tett ugye nálunk a kereskedelmi csatornán, és a Gyertek Át az RTL klubot. Így is van. Magamhoz emeltem az RTL-t. Magadhoz, a kebledre ölelted az RTL klubot, és tegnap forgattuk a tavaszi szezont, úgyhogy lesznek majd erről pillanatképek, még az is lehet, hogy videók a Facebookon, hogy mi történt velünk tegnap a közös forgatáson. Láttam is pénteket tegnap az Aliban, gyönyörű lány, mázlista, a csillag Patrik. Írta nekünk egy hallgató. Na, honnan ismertem meg? Mi tettünk fotót a Facebookra róluk, lehet, hogy ilyen gyorsan terjed, és már arcról megismerik Miss Pénteket? Mennék mondjuk mellette, szerintem. Nem biztos, hogy megismerném. Igen. Pedig én többször is megnéztem a jányokat tüzetesen, de örülünk neki, hogyha egy hallgató így ennyire beégett az agyába. Igen. Járnak még, vajon? Hát én... Nem is jártak. A beszélgetés alapján szerintem Patrik benne lenne, én a leányzónál éreztem valami kis zavart, ami nekem arról árulkodott, hogy jó volt, szép volt, de neki elég, aztán a fene se tudja, lehet, hogy azóta már a két olyan ágy csatán vannak túl, amit meg se tudnánk magyarázni, nem tudom, mintha ott lett volna valami, ami nem volt teljesen tiszta. Igen, nem volt a részéről annyira nyitott ez a második randi. Patrik ugye felajánlotta nálunk adásban, hogy a maga részéről folytatná a dolgot, és hogy a részéről a fáklyás menet jöjjön a második. De valami nem stimmelt ott. Ott nem. A végén. De az, hogy jól érezték magukat, az biztos. Igen. Van közös kép a Facebookon róluk, ha meg akarjátok nézni a párunkat egyébként. Na, azt nézem, hogy az ivi magyar találmány volt. Hát azt is ezt mondtuk mi, gyerekek, hallgassátok a műsort, mielőtt írtok, jó? Ezt mondtuk, hogy magyar agyak álltak mögötte, így van. Az ugyanazt jelenti. Ez ugyanaz, hogy magyar agyak álltak mögötte, így van. Nem akarok közhelyesen most. Tessék odafigyelni. Jó? Azt mondja, hogy Nagykony előtt Tamási felől defektet szerelő úriember, figyel, Roli küldte nekünk. Veszprémben a Pápai úton rendőrök ellenőriznek. Szirma Besenyőnél egy kamion és helyszínelő rendőrautó foglalja a Miskolc felé haladó sávot a 26-oson, valamint Ticaújváros Kesznyét között. Van ilyen biztos? Le van zárva az út az áradás miatt. Légy szíves, tudtok valamit, mondjátok be. Most nézze, hogy ezt tudtátok, hogy az egyike volt a világ első ismertségi hálózatának és magyar közösségi weboldal. Ne hülyéskedj! Az kutyafájad. Basszus, óriási. Én még fönn voltam.
Ivivesztem, igen, és még a képemre is emlékszem, hogy mi volt a képem. Még a rádió DJ-ben dolgoztunk, és Janival együtt álltuk ki, hogy az volt a kép, hogy feküdtem egy asztalon, és előttem ilyen M&M's cukorkák voltak leszorva, mintha nem vettem volna be a gyógyszereit. Illetve túl sokat vettem volna be. Túl sokat vettem volna be. Ez volt a kezdőképem az Iviben, és én napi 300 üzenet, meg napi 400 ismerős, és én abban a hitben ivivesztem, hogy én csak azt jelölöm vissza, akit ismerek. És akkor elkezdtem egyenként válaszolni mindenkinek bénál otthonról a klaviatúrán, és egy után mondtam, hogy nem feladom. Óriási értődések voltak belőle. Igen, miért nem jelölsz vissza? Jelölj vissza, engem innen ismerlek, onnan ismerlek. Akkor közben ráfűztem, hogy tökön megtáltam régi osztálytársaimat, de közben én akkor már zenetévéztem, meg RTL-eztem, és hát egyszerűen nem tudtam kezelni a dolgot, csak elbúcsúztam. Elbúcsúztam az Ivivtől, és rövid úton, és lejöttem. Ugye aztán volt, aki mindenkit visszajelölt, és 30, 5000 ismerős, 6000 ismerős, akkor az még nagyon nagy dolog Csonka volt. Csonka mindenkit jelölt vissza, és volt 5000 ismerőse. És az Iviben óriási dolog volt, és nem értetted, hogy van neki 5000 ismerőse. És elindult ez a presztízsből, visszajelölök mindenkit, hát ma meg már a Facebookon ugye hát 2-300 ezer követője van a simán egy-egy közszereplőnek, de akkor volt 5000 ismerősöd, minek istenként nézed rá. 5000 ismerős, mennyi barátja van, tudod? Civilként meg 60-50-70 ismerős. Ez nagyon nagy dolog volt akkor. Igen. Nagyon szerettük. A Bakos Móni mutatta nekünk. Annak idején egykori kolléganőnk, ő mutatta, hogy volt az első között. Igen, az első között, és az első között is lépett le. Tehát, hogy ő nagyon jól csinálta, mert mindig nagyon trendi volt, mert trendi volt azzal, hogy az első között lépett be, aztán trendi volt azzal, hogy az első között lépett le. Igen, de a Facebookhoz képest egyébként mennyire elmaradott volt, nem? Tehát most már, ha nézed a Facebookot, akkor az egy nagyon régi rendszer. Viszont akkor, hát az óriási. Ott óriási tudtál, hogy összetalálkoztál ismerős, és tudtál üzenni egymást? Én már nem emlékszem. Nagyjából ugyanaz volt egyébként, mint a Facebook így de van. De képeket tudtál feltölteni? Igen. Az is lehetett ki, két feltöltés is volt? Igen, nem emlékszem arra. Biztos volt. Lehet, igen. Igen. Aztán szépen. Jókor ők azt eladták, kiléptek belőle, brutál pénzért adták el, ilyen milliárdos számok pörögtek a piacon, hogy mennyiért sikerült belőlük kilépni, és aztán utána meg is halt, ugye bezárták tulajdonképpen. Egy nagy telekommunikációk vette meg tőlük, és aztán rá pár évre véget is ért a történet. Mi helyzet a Molyhos tölgyel, Laci kérdezi? Csak röviden. Hát, röviden. Nagyon röviden. Most jól áll nagyon a szavazás. Tegnap volt egy robbanás. Hát ugye a közvetlen konkurenciánk a csehországi 1000 éves Hárs, ami 25.518 szavazaton áll jelenleg. Bátaszék legöregebb fája, Molyhos tölgy pedig 31.024 szavazatnál. Tehát, hogy volt tegnap is beszéltük róla, és volt egy óriási robbanás. Ennyi. Ez kell. 3-4.000 szavazat. Azt mondja, hogy február vége. Igen, mind csak azt nem szabad elfelejteni, hogy itt a szavazás úgy megy, hogy az utolsó hét az már vakszavazás. Tehát nem látod már, hogy mik az eredmények, ott kell nagyon majd belehúznunk. Tehát az utolsó héten minden egyes nap meg fogjuk hallgatni tőled a Molyhos tölgyet és Bátaszéket. Hát Feri, én azt gondolom, hogy igen. Hogy van egy varázsgömböd, röviden elenéztél. Ezt le lehet rövidíteni, 300-zal vagyunk maradva. Mi vezetünk. Már mindenki tudja, miről van szó. Vezetünk ezerre, de ne nyugodjatok meg, szavazatok. Kicsit lemaradtunk, beelőztek a románok. Egy idő után semmit nem kell mondani, csak mondom, az utolsó hét lesz egy ebből a szemben egy picit necces, hogy nagyon-nagyon szépen futunk, nagyon elegánsan, nagyon fantasztikus futótechnikával, és a célvonal előtt, Meg kell nyerni. Na mit szóltok csak egy fantasztikus. Fantasztikus? Mit szóltok ahhoz a kézilabdáshoz, akinek GG a monogramja? És ismeritek a történetet, hogy leitatták az ő gyermekét, és dührohamot kapott, mert elment a buli helyszínére utána, elővett állítólagosan egy baltát, amiről egyébként kiderült, hogy nem is balta volt, és rárontott azokra, akik ott buliztak, és dühöngve próbálta megtalálni a felelőst. Ez egy nagyon érdekes történet szerintem, hogy ebben a helyzetben egyébként egy szülő mit csinál. Ugye egy volt kézilabda válogatott játékosról van szó, akinek tulajdonképpen leitatták a gyermekét, és ő ugye elment, hogy megkeresse a felelőst a buliban. Igen. És ugye az emberben felmerül a kérdés, hogy szülőként egyébként te mit csinálnál? Jogos-e, hogy megérkezik egy apa, aki megpróbálja ugye számon kérni a fiatalokat, akik leitatták a saját gyermekét, de úgy, hogy a gyermek
hát kórházba került, ha jól mondom, uh-huh. és a buliban pedig mindenki pánikszerűen menekült, ez egy születésnapi buli volt, mert hogy ugye megérkezett az egykori válogatott kézilabdás, és ő berontott a művelődési házba, üvöltözni kezdett, mint egy vadállat, és megpróbálta megtalálni a felelős, aki a gyermekével ezt csinálta. Hát és tört, zúzott is, ha minden igaz, ugye ott van ilyen ablakkitörés, meg tehát, hogy ez is a számlán van. Igen, megvan a gőr, tehát el is kell, igen, hogy egyrészt van a számokérés, de nem baltával, és azt szerintem meg így használni. Megosztanak róla vélemény. Van, aki azt mondja, hogy igaza van, mert ha gyerekeddel ezt csinálják, akkor te, mint szülő, belőled is előjön az állat. És igazat lehet neki adni. Uh-huh. Van, aki azt mondja, hogy nyilván ez túl sok, és túl durva a reakció, és ne menjen be, és ne kezdjen el ordibálni. De a fiát elvitte a mentő ebből a buliból. Azért ez nagyon kemény, azt amikor mondja. A gyerekedet ilyen állapotban látod. És megérkezett az apa a buliba. Mit csinálsz, amikor a gyereket hazajön ilyen állapotban, és tudod, hogy valószínű felelős valaki azért, hogy ilyen állapotba került? Meg a gyerek is felelős, azért, meg te, mert szülőként te is felelős vagy, tehát hogy én tudjátok nagyon, hogy nem vetem meg az ilyenfajta tivornyázásokat éjjel, de nem nagyon emlékszem arra a pillanatra, még fiatal koromból sem, amikor odaálltak az én barátaim, és lefogták a fejemet, és belém diktálták, hogy már pedig Ferkó, ezt még megiszott te szemén, mert annélkül ne. Érted? Tehát, hogy az a gyerek az tehet róla, hogy idáig eljutott az apukának. Én értem a fölháborodását, hogy aggódik a gyerekért, de ő is hibás benne. Nem verhetsz meg, meg nem baltázhatsz le. Nem volt balta, aztán ez kiderült, hogy nem volt balta. Baltának nézték, de hogy egy talán egy seprűnyél, vagy valami olyan dolog, ami azért nem balta volt. De baltának látszott, de aha. kiderült utólag, azt hiszem, hogy nem balta volt az ő kezében. Balták lelátszó seprűnyét. Na mindegy, visszatérve a dologra, hogy értem a szülői felháborodást, én is aggódom a gyerekeimért, de azért az, hogy elkezdesz ott hepciáskodni, mire föl? A te gyereked itt a meg. Nem a gyerek mellett lenne ilyenkor a helyed, inkább a helyed, igen. hogy megijeszted azokat. Erre most vagyunk őszintén, de nagyon sok kiskorú is volt. Tehát te elkezdesz törni, zúzni, nem biztos, hogy egyébként olyan jól veszik ki magát, nem biztos, hogy ezeket a gyerekeket, akik persze tudjuk, hogy már inkább fiatal felnőttek, mint gyerekek, de akkor sem ijesztem meg őket egy ilyen viselkedéssel, hogy ripítjál a töröm ott a helységet. Hát meg ott már részeg volt mindenki, érted? Tehát, hogy nincs értelme. Nem visz már sehova ez a fajta viselkedés. Nem, és nem akkor kéne elbeszélni velük amúgy, amikor már egy picit kijózanodtak meg, amikor már észhez térte. És a gyerekemmel beszélgetni kell a legjobban. Hogy hát ha eljön annak az ideje, nyilván, amikor kórházban és a mentő viszi el, akkor nem. Ugye kérdés, hogy itatták, vagy magától ivott? De hát nincs olyan, hogy valakit itatnak, ha csak nem lefogják. És a rábeszélés van. Hát de akkor is a gyerek, igen. a 17-18 éves, akkor már azért tudnia kell, hogy milyen következménye van ennek, nem? Így, vagy van, milyen következménye lehet annak, hogyha te túlzott alkoholt fogyasztasz. Ez érdekes egyébként, hogy senki nincs ott, aki ettől megvédjem. Tehát ahhoz, hogy te először kamaszként leíd magad, az szerintem az egy szörnyű állapot. Azt nem tudod, arra mindenki emlékszik. És ezt hány ilyen lesz még? Igen, hány ilyen lesz még, de ugye az esettanulság az, hogy utána megtanulod kezelni ezt a dolgot. Igen. A szervezeted megtanulja valamennyire kezelni, hát nem lehet egy ilyet, és nem is jó dolog, és senki ne is igyon és próbálja ki. Bár hát nyilván ez elkerülhetetlen, de nem tanácsoljuk senkinek tényleg. De ugye az első berugás és az első lerészegedés az szerintem mint egy rossz rémálom. Tehát én megértem az apát, hogyha nekem a Bené egyszer így hazajön, lehet, hogy én is nagyon pipa lennék, nem mennék baltával őrjöngeni, de egyszerűen te sem tudod, hogy mi történik veled. Én tudom az első berugásomat, és szerintem te is, és mindenki tudja, mert az egy felejthetetlen, rossz, szörnyű, brutális érzés, amikor nem tudod, hogy mi történik veled. Nem? Valószínűleg ennek a kamasz fiúnak is ez volt az első, igen. hogy leítatták, nem tudta, mennyit iszik, és kórházba került alkohol mérgezése. Hát ez szörnyű, amikor egy tínédzserről egy ilyet olvasol. De az maga a kiszolgáltatottság. Hát az eleje egy gyönyörű a dolognak, mert akkor az első ilyen nagy szabadságodat éled meg, hogy nincs ott a szülő, ugye optimális esetben, haverokkal vagy felszabadult, vagy gyerekek, ihatunk végre. Igen. És utána... De nem tudod, mit csinálsz valójában. Hát semmi, és amikor átfordul, és az alkohol bekopogtad, na ott az hát élet. Hát és a következményekkel sajt tisztában. Jó, nyilván láttál már ezt otthon. És ha azt mondják, hogy első berugás, az szerintem olyan, mint a szüzesség elvesztése. Arra emlékszel, mert nem jó az élmény. Tehát ha nem becsicsentettél valahol egy pohár bortól, már pedig a kamaszok nem ilyenek. Tehát isznak sajnos, mint a halálra ítéltek. Így van, ugye versenyt isznak, presztizselnek, ha nem iszod meg, nem vagy közénk való, hergelik egymást. Én úgy emlékszem, hogy sokkal ügyesebben tekertem le a kupakot, mint a másik vonulat. De hogy ugyanakkor ezen azért kell túlesni, és nem azt mondom, hogy mindenki igyon, de hogy nem akarok senkit rábeszélni, mert ezt meg kell tanulni.
kezelni, hogy ne essél egy vonat alá később, hogy ne induljál el haza autóval, hogy, tehát hogy tud, hogy mi történik vele, de sajnos egy velejáró rossz, amin előbb-utóbb a fiatalok nagy többsége, hát ne legyünk álszentek, basszus, átesik, igen, hát kampányolhatunk mi most, hogy persze. Ne ígyatok, meg mondhatjuk, hogy veszélyes, meg senkinek nem tanácsoljuk, de sajnos ezen az előbb-utóbb a fiatalok átesnek. Kinek mi volt az első? Tessék, ti is tisztán emlékeztek arra, nekem tudom, mi volt az első. Tudom, hogy mit ittunk, hol vettük, hogy szereztük meg, és hol kötöttünk ki a végén. És szörnyű álom egyébként. Én elmondom, amit ti tudtok gondolkozni. Mi a Skála metrónak a fölszöktünk a felső teraszára, ami akkor le volt zárva. És vettünk 2 deci ilyen Katalinka nevezetű tiszta vodkát. Várjál, nem Kalinka? Na Kalinka, Kalinka, Katalinka. Nem, ennek meg volt a magyar változata. Nem, volt a magyar változata. A Kalinka jó vodka. A Kalinka jó vodka. Kalinka így hívtak. Katalinka. Kalinkára nem volt pénzünk, és annak meg volt egy magyar változata, vagy Katalinka, egy ilyen piros fejkendős lány állt egy ilyen kosárral. Tehát ugye a Kalinkára hajazott. Megvettük. Ketten voltunk egy András nevezetű sráccal, le volt zárva az egész nyugati térnek a felső terasza. Valahogy oda fölkeveredtünk. De még nem miattatok. Fogtuk az üveget, és én arra emlékszem arra, hogy nem mertünk beleinni. Mert nem tudtuk, hogy mi van benne. Csak tudtuk, hogy ezt most olyat csinálunk, amit eddig nem csináltunk. És fél óráig ment ez a bonst ki, nem merem, te igyál bele, te igyál bele. Majd a barátom ugye fogta, és a 2 decinek az egyik részét egyhajtásra úgy, ahogy van, megitta. Oh. Itt ugye életbe lép a reflex, hogy nem lehet puha. Igen. Te jössz. Te jössz, te megiszod a másik felét. Még egy picit rátöltöttünk ilyen mindenféle ilyen vermutokat, meg ilyen tehát ilyen én nem is tudom, igen, hogy ezeket honnan szereztük, de a lehető legszörnyű piákat. És arra emlékszem, hogy van a Szépföldi úton egy játszótér. Jó. Anyukák tologatták a gyereket. Nem, éjszaka volt, éjszaka volt, és arra emlékszem, hogy a hinta alatt fekszem. Azt tudom még, hogy kerültünk át, hogy villamossal mentünk-e, hogy gyalog mentünk, hogy átsétáltunk a Margit hídon, hogy minket oda elvittek, semmire. Azt tudom, hogy hajnalodik, és a Szépföldi úton vannak ilyen 4 emeletes panelházak, a 4 emeletes panelháza mögött van egy nagyon pici játszótér. És azt tudom, hogy én fekszem a hinta alatt. A hinta így fölött egy. Fekszem a hinta alatt, és tudom, hogy világosodik. És azt tudom, hogy nem sokára nekem haza kell érnem, mert elkezdenek keresni. De se fölállni, nincs se megmozdulni, nem tudod, hogy kerültél oda, és nem tudod, hol az András, akivel ezt az egészet megcsináltad. Aha. Pedig Andrással volt beszél, hiszen valakivel vitatkozott a harmadikról, hogy gyere fel. És ezt tudom, hogy ez egy szörnyű élmény, mert nem vagy ura a testednek, nem persze, tudod, hogy mit csináljál, kamasz vagy, fiatal vagy, nem voltunk már gyerekek, de azt akarod, hogy ez az állapot véget érjen. És ezért nagyon súlyos probléma az, és minden szülőnek fel kell készíteni a gyereket arra, hogy ha ez megtörténik, akkor tud, hogy mi játszódik a testedben, mit csinálsz, hogy csinálod. Nagyon rosszul lesz. Nagyon rossz lesz, ne csinálj, ne igyál annyit, vigyázz magadra. De hát erre minket nem készítettek fel. Senki nem mondta. És azt tudom, hogy utána még nagyon hosszú volt, mire én onnan hazasétáltam a 3. kerület, de az is a 3. kerület, csak a Flórián másik oldalára. És közben találod ki, hogy hol voltál, mi történt, és miért vagy ennyire álmos. Azon a hajnalon már nem találkoztam az Andrással, mert nem tudom, hol van. És aztán másnap valahogy megbeszéltük, hogy mi történt. A taktika pedig az volt, hogy ő azt mondta a szüleinek, hogy nálam alszik, én azt mondom a saját szüleimnek, hogy nála alszom. Így tehát megvolt a kereszteződés, de sehol nem kellett aludni. És gondolod, hogy nem csörögtek össze a nyelvét? Nem csörögtek össze, mert én hazamentem, és nem volt semmi. Tehát balhé nem volt az ügyből. Nem tudom, hol vesztettem el Andrást. Lehet, hogy ott van a játszótéren azóta. Ott élik el. Azt másnap találkoztam. Balhé, jól vagy, a bérlekintán tőlelbe fekszik 20 éve, tudod. Szóval szörnyű élmény nektek. Battonya? Gyógygödör. Ott kezdtünk, ez az másodikosok voltunk, amikor így az első ilyen nagyon komolyat behúztuk, a gyógygödör. Persze. Az ivás az 3 évesen a pálinkás kenyérrel. Az a baj, hogy tényleg, hát lehetnénk mi 18 éves korod fölött. Nem akarok hazudni benne, nyilván hülyeség volt. 15-16 évesen sajnos a fiatalok találkoznak az alkoholal, sőt, reméljük, hogy csak akkor. Igen. Almabor Diana. Nem volt másra pénzünk, tisztelt bíróság. Hát szegények voltunk, inni viszont ugye ezt ki akartuk próbálni. A legrosszabb kombó, amit el tudsz képzelni, tehát egyrészt ihatatlan. Viszont nem drága. Viszont nagyon olcsó, és a legjobb benne, hogy még azt hiszem, vagy ősz volt még, de ilyen nagyon meleg ősz, és ugye lenne a gyógygödörben, ez egy pince helység volt. Bár a neve is nagyon jó, nem? Esküszöm, így hívták, az hűvös volt, és kijöttél a napra.
és így a napsütés, ahogy kiértél, azonnal fejbe kulintott, és van a száraz ér nevezetű patakocska, ami keresztül fejük batonyát, és volt egy... Nagyon jó nevek vannak batonyát. Nehogy egy mohácsi sztori legyen a vége. Van ott egy kicsi patak, de egy kicsi ér, ott vesztettük el Dénest. És egyébként tényleg csak nem Dénes volt, hanem Zoli, volt egy használaton kívüli félig lebontott híd, és mi arra másztunk föl, mert ugye játszótér nekünk az nem tellett, az arra volt, oda másztunk föl, és Zoli, meg vittünk magunkkal még azt hiszem kevertet. Ezek méreg, a minden méreg. Soha ne ígyatok, soha ne ígyatok, soha ne ígyatok, ha mégis, akkor ilyet ne. Kevertet vittünk magunkkal, mert hogy éreztük, hogy van még a buliba, de a nap megsütötte a fejünket, és a Zoli, fölültünk a korlátra, és a Zoli, hála a jó Istennek, hogy nem hátrafelé esett, mert alattunk a patakmeder az 4 méter, hanem előre. Ilyenkor szerintem az őrangyalok minden fiatal mellett ott vannak, akik valahogy megmentenek az első lerészegedéstől, nem? Amikor tényleg nem tudod, hogy mi történik, mi van a testeddel. Hát, hogy ha az alkoholban nem haltál bele, akkor a folyományaiban, és Zoli nem hátra esett szerencsére, hanem előre, üveggel együtt, és így, ahogy leesett arca előre, úgy maradt. Hogy mennyire beleégett. És azt hitted, hogy meghalt a Zoli, mert nem mozdult meg, akkor valamelyikünk kicsit megbökte lábbal, elfordult oldalra, és mondta, hogy jól vagyok. Csak pihentem. Szörnyű. Aki tényleg szörnyű. És mondjuk a fiataloknak, hogy vigyázzanak magukra, hogy ne igyanak, hogy senkinek nem tanácsoljuk, de ugyanakkor ebből muszáj azért is témát csinálni, hogy aki majd egyszer arra készül, az felkészüljön erre, és a szülők is felkészítsék. Tényleg, abszolút nyomatékosan felhívunk mindenkit arra, hogy ne így. Hogy ne próbálják ki, és az alkohol nem egy jó dolog. Szörnyű élmény, de hogy egy a felnőtté válásnak egy ilyen stáció, amikor az ember saját magát avatja felnőtté vele. Igen, a kiskorúaknál meg aztán pláne tényleg, tehát az ő védelmükbe, figyelmükbe mondjuk, hogy senki ne igyon, de ugyanakkor tényleg basszus, mindenki emlékszik arra, hogy hol történt meg az első, vetekszik a szüzesség elvesztésével. Basszus, mert egyszerűen annyira szörnyű az élmény, hogy alig várod, hogy kikeveredje belőle. Na, drága hallgatók, kinek mi volt az első? Jó, fontos az ital, mert szerintem ma már a mai generáció nem is emlékszik el, hogy akkor milyen kevertet. Jó kis Éva vermutot. Szörnyűségeket tudtál magadhoz venni, ami borzadály volt. Tehát, hogy tényleg elképesztő. És hogy kivel, hol történt, mi történt, nagy vonalakban írjátok le nekünk. Ez, hát, jó? Ha 8 éve a szekrény tetén porosodó metaxa, az legalább minőségi pia volt. Igen, már amelyik. Igen. Ha valamelyik szülőtől ellopott Éva vermut, vagy én nem is tudom, mivel sikerült átesni ezen a szörnyű dolgon, mint az első lerészegedés, írjátok meg nekünk, hogy történt. Jó, hol voltatok, kivel voltatok, és mi volt az alkohol, de még egyszer mondjuk nyilván, hogy abszolút elítélendő, és vigyázzunk a kiskorúakra, és ne igyon senki, aki elkerülheti, az lehetőleg. Csak egy tanulságos nosztalgia. Így van, ez egy nosztalgiázás, és egy valóban tanulságos, talán elijesztünk egy-két fiatalt attól, hogy alkoholt igyon. Jó, 7:30 múlt, pontosan 2 perce, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Subbase, de jó volt. Szeretem őt. Van neki azért újabb is, ugye ott van a Fekete Lemez 2013-ban. Vannak azon is jó kis számok. Hát több ajánljuk a megfelelő emberek figyelmébe. Igen, de jó kis dalocska volt ez. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy a fiatalok milyen veszélynek vannak kitéve, amikor átesnek azon, hogy először alkohollal találkoznak, és ez egy érdekes, kényes téma, de ugyanakkor kell róla beszélni nyilván, mert az SMS-ek akár elrettentő hatással is lehetnek azok számára, akik most hallgatnak bennünket. Ugye ne csináljunk úgy, mintha ez a dolog nem létezne. Muszáj erről beszélni. Ugye egy édesapa volt a hírindító, aki bement, és először úgy gondoltuk, gondolták a cikkírok, hogy baltával fenyegette meg a bulizókat, mert a fiát leitatták. Aztán kiderült, hogy nem balta volt, a szülői, hát hogy is mondjam, túlzott reakció talán érthető. Egy seprő, ami baltának nézett ki, de nyilván nem oldja meg a dolgot, nem állhatott minden gyerek mellett egy szülő, a gyereket erre fel kell készíteni, hogy ha egyszer majd egy olyan társaságba kerül, ahol isznak, akkor vagy védje meg magát, vagy ne igyon, vagy tudja, hogy milyen következménnyel jár. Arról beszéltünk, hogy érthető vagy túlzott szülői reakcióval állunk-e szemben. Mindenesetre szülőként az ember nyilván megérti az édesapát, ugyanakkor azt gondoljuk, nem ez a megoldás, de hát ő kicsit ezt túl érzelmesen próbálta megoldani, senkinek nem lett baja. A szülőnek elsősorban a saját gyerekére kell koncentrálni, és az fejébe kell rendet tenni, és el kell neki mondani, hogy igenis 18 év alatt nem ajánlott senkinek az alkoholfogyasztás. Így van, 18 év alatt senki ne igyon, aki iszik, vigyázzon magára, viszont mi arra kértük a hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy mikor volt az első, amikor hát ők ezzel találkoztak, és hát nem volt ott senki, aki megóvja őket, és bizony, amikor egy fiatal először találkozik az alkohollal, annak
szörnyű vége van. Ha a szülők felkészítették, ha nem készítették föl, ott nem ott lesz jó. Nem lesz jó, így értek-e, nem egy jó élmény. Azt mondja, hogy nő miatt történt, boros kóla volt, ráadásul jó kis kannás, diszkóban haverokkal a köztéri csap mellett fogadkoztam, hogy soha többet nem iszom. Kígyózva mentem hazáig, a nappaliban a fotel és a szőnyeg tisztítása szorult, több mint 20 éve volt, szörnyű volt az élmény, Karesz küldte nekünk. Érettségi után estem át a ló túloldalára, nem tudtam, hogyan kell okosan inni, ittam pár sört is, vagy 10-12 felest vegyesen, akkor még ment a Hubertus. De szörnyű dolgok voltak. Van az most is egyébként, igen. Igen, reggel mondta anyum, hogy hallotta, mi folyik a klotyóban, de gondolta, csak megoldom. Tomika küldte nekünk. Nem akartalak zavarni, drágám. Igen. Bélapát falvai osztálykirándulás 20 évvel ezelőtt történt. De szép. Kiszöktünk a kocsmába, és valami szörnyű viszkit ittunk, nem is tudjuk, hogy jutottunk vissza a szállásra, beosontunk, de az ofú elkapott, a hazafelé a buszon volt még fejmosás. 16 évesen este focipálya, kispad, hárman jégereztünk, amit a barátom szerzett, és a kapufaába támaszkodva sikerült magamon egy picit könnyíteni, mire jobban lettem. Menő akartam lenni, de sajnos nem lettem. Ugye, egyébként tanulságos történetek ezek, mert azt gondolod, hogy az leszel, aztán nem leszel az. Igen, nem leszel az, azért mi utólag már. Igen, nem leszel az, csak szörnyen érzed magad, és igen. Az első 16 éves koromban történt, amikor a haverom tanyáján voltunk, ők már rutinosabban csinálták a dolgot, 3 liter kannás bor az, amivel próbáltunk turbosítani. Az erős. Azt hittem, hogy körülbelül már hajnalban, amikor kiderült, hogy még csak 2 óra telt el, 100 méter után a földes úton gurultam. Igen. És olyankor azt gondolod, hogy ezt te most meg tudod csinálni. Bringa, bátor vagy bringával, motor betakarózol vele, és nagyon szépen alszol reggelig, úgyhogy a motorblokk az arcodon fekszik. Igen. És ez is milyennyire tipikus, hogy így a pénztelenséget, meg a minőségnek a hiányát mennyiséggel igyekszel pótolni. Igen. Viszki volt az első, mivel találkoztam, szörnyű élmény volt, megharapott egy vakpuli, megrázott a hűtő, széttört az órán. Ugye? Hogy igazából nincsenek olyan történetek, amik arról szólnának, hogy ez egy jó történet. Csodálatos volt, jó. Hát, egyáltalán nem az. Azt mondja, hogy 1986 Balatonfenyves NDK magyar úttörők táborában 16 évesen ifi tolmácsként dolgoztunk a barátommal. Második este Fonyódon gyöngy mangó vodka. Jézus, atya, úristen! Mennyi mangót látott az? mennyi gyümölcs lehetett abban? Gyöngy mangó vodka. Másnap a táborban csak kézzel-lábbal kommunikáltunk, mert a két tolmács a fák alatt hevert ájultan. Akkor tudta meg, mit jelent az a mondás, hogy epét hányok. Hát igen. Szerintem sok fiatal, aki először találkozik ezzel, megfogadja, hogy soha többet nem, ha ezen túlesik. Hát ugye? És valamikor tényleg jön egy ilyen hosszas kihagyás utána. Igen. 16 évesen péntek délután 3-kor seri és bor kombinációjától sikerült először megtalálni a lerészegedés állapotát. A bor annyira rossz ízű volt, hogy nem bírtam magában meginni, ezért kellett a seri mellé. Hazafelé úton egy néni átadta a helyét a villamoson, azt hitte, beteg vagyok. És tényleg, egyébként. És tulajdonképpen igen. Hazaévre anyám mondta a nagynéném, hogy te, ez a gyerek bevarúva. Eszter küldte nekünk. Igen, hát szép, amikor az ember először a szülővel találkozik és próbálja leplezni. És anyád, apád átlát rajtad. Te azt hiszed, hogy le tudsz úgy feküdni, hogy eljussál az előszobából a szobádba úgy, hogy senki nem veszi észre. De hallod, nyílik az ajtó, és jönnek a szülők. És tudod, hogy ott megtörténik. És azt mondja, hogy feküdjél, de mély feküdni, nem vagyok fáradt. Igen. Jóban ne arcoskodjál, mert még kapsz egy pofont. Anyuka másnap mondta, Gábor, ki itta meg a svéd cseppet? Az mondjuk igen. Emlékeztek a svéd cseppre? Az egy nagyon jó, ilyen alkoholos tinktúra volt, egy ilyen gyógynövényekből álló, nagyon jó dolog egyébként. Amit nem véletlenül neveztek cseppnek, mert hogy az adagolás, az ideális adagolása nem literszám. Ki itta meg a svéd Jézusom. De egyébként, hogy megfigyeltek, nagyon sok olyan történet van, ami arról szól, hogy ilyen tipikus pancsolt ilyen női piákból rúg be az ember, ez pedig azért volt annak idején, mert ezeket nem tették el otthon. Nálunk is úgy volt, hogy ami komoly pia volt, tehát mit tudom, apám 40 fokos papramorgója, az el volt zárva lent a pincém, ő is tudta, hogy az veszélyes, az már gyakorlatilag vegyi fegyvernek számít. Azt csak ő tudja fogyasztani, az összes többi, ilyen rompuncs, tojáslikör, igen, hogy egy sherry brandy, ezek mind elő voltak. És ezért hát kóstolgatta meg igen, ezeket másik az ember. Meg az ízre, azért ezt ne felejtsétek el, hogy a pálinka például, borzalmas. De mindennek borzalmas az íze. De hát azért ezek az édes pütyök, azok sokkal veszélyesebbek. Sokkal veszélyesebbek, mert tudod, egy picit iszol belőle, és jó íze van. Igen. Hát igen. Jó, nem gyümölcsre emlékeztető nyomokban, gyümölcsre emlékeztető íze van. Igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggel. Sziasztok! Hello, Zsolt, na veled mi történt? Hát mi egy falunapon
még gimnázium szakoromban elmentünk kiszolgatni egy barátomhoz, mikor a szülei nem voltak otthon a boros pincébe, és ott sikerült egy-két pohár bor után már a hordóból egy dörslaggal szívni a bort. Ugye? Na, igen, hát sajnos állom, és akkor... Nem voltak képesek, hogy kilopjuk már a lopótökkel. Igen. És hogy sikerült hazamenni? Hát nehez. Az a 30 méter szőlőbe háromszor beleborultam még ott, utána körülbelül 25-30 perc alatt a fél utcát, amit 300 méter megtettem, és hazaértem, édesanyám nem örült, mikor meglátott. Állítottam, hogy nem vagyok részeg, ő nem hitte el, mivel nem tudtam kimondani, hogy nem vagyok részeg. Igen, a szülők ezt azonnal látják. A szülők azonnal látják, igen. Aztán lefeküdtem, és próbáltam legyőzni magamba. Ugye, hogy szörnyű élmény egyébként, tehát hogy talán jól hallják ezt a fiatalok, hogy... Egy évig utána nem is akartam egyáltalán. Igen, tehát nem jó élmény, ezért is beszélünk le mindenkit erről, hogy nem... A saját kárán tanulja meg az ember, hogy milyen berugni. Igen, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, szia, ciao, ciao. Az jó módszer, itt sokan írják, hogy vagy ők, vagy ismerősök, hogy a szülővel együtt, tehát hogy a szülő ülteti le mondjuk 18 évesen a gyereket, ha odáig nem megy, hát jó, csak sajnos igen, minden 16 évesen, és otthon ellenőrzött körülmények között. Hát humánusabb azt lesz a vége szerintem, mintha presztizsölő kamaszok teszik ezt, igen. Berugott, és akkor másnap elmondta neki, hogy na ilyen. Igen. Hát igen, de jobb ez egyébként, ez sokkal szerencsésebb, hogyha mondjuk négy fal között történik meg a dolog. Nálunk általában ilyen videózásoknak álcázott fogyasztásokról volt szó, mert az egyik haveromnak az édesapja nem zárt a kulcsra a szekrényt, volt egy ilyen kis bárszekrény, ismertek, ez a kis kiüvegezett, és akkor voltak benne ilyen palackok, amiknek csiszolt üveg volt a tete, és mi mindig azokra a piákra mentünk rá, amik nem voltak lezárva, és az egyik ilyen a tripleszek volt. Mindig azt csináltuk, hogy leítunk belőle, és feltöltöttük vízzel. Az, és az apja mindig csak azt tette, hogy egyre gyengébb. Mi meg azt vettük észre, hogy volt olyan videózás, ez volt egyébként valószínűleg a legdurvább, amikor egy picit túlfutott a dolog, és arra ébredtünk mind a ketten fönt a kanapén, hogy így a videó így próbálja meg, már visszapörgette a kazettát, és kb. Egy órája. Nem tesz jót a fejnek, tudod? Igen. Nem tesz jót a fejnek a videóban. De nem volt jó. Igen, nem jó, abszolút nem jó. 4-5 évesen... fiatal voltam, mire egy hallgató. Évesen azért nem. Hát azt már mindent vittem. Maradékot kiittem a poharakból, a konyhajtóban aludtam el a család előtt, írja nekünk egy hallgató. A jófej szülő képes nevetni a másnapos gyereke, mindenki volt fiatal. Hát igen. Kérdés, hogy milyen állapotban látod a gyermekedet. Na, köszönjük szépen az SMS-eket, gyerekek, óvatosan. Így mindenki vigyázzon, fiatalok vigyázzanak magukra, ne igyanak, nem tanácsoljuk senkinek. Jobb ez. Sajnos ne legyünk naivak, azért a fiatalok találkoznak alkoholral, de akkor is. Nem ajánljuk egyáltalán, és 18 év felett is csak a kultúrát formálja. Így van. Játszunk, mit mond Dóra ez a kérdés? Már is itt van egy hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló. Halló, sziasztok. Laci. Tessék? Ica vagyok. Ica, hello, igen, ezt is elolvastam. Hello, Laci, jó reggel, ciao. Szia. Sziasztok. Laci, figyelj, híres ember vagy szólásmondás, mind a kettő nehéz és jó hosszú. Ez mindig ez marad utoljára általában. Igen, hát legyen akkor a híres ember. Híres ember, te jó atya úristen, hát, látom. Hát a könnyebb lesz. Annyit segítsünk, hogy magyar vagy külföldi, vagy az se? Ha nagyon nem megy, segítünk. Mi már leszűkítettük kettőre. Na figyelj, igen, már szűkítettük így is. Na mutatjuk, jó óra, indul, figyelj, indítom. Rognás, a mocs is örök. Megvan, nagyon. Rodnás, amocs, isörök. Rodnás, amocs, isörök. Így van. Tibeti angol szótár elkészítő, egy fantasztikus. Rodnás, jelentősége ember. Amocs, isörök. Így van, hogy isörök. Isörök. Így van, Körösi Csoma Sándor, de jól menneked, Laci. Hát általában ki szoktam találni. Tényleg? És mindig az önbizalom, mindig egy picit később ér oda, mint maga a játékos. De egyébként ennyi, meg vagyunk. Ügyes vagy, küldünk egy ajándékcsomagot, jó voltál. Jó, nagyon szépen köszönöm. Ciao, szia. Hello. Na, azt hittem, hogy a hosszúsága miatt nehéz lesz, de nem volt nehéz.
5 perc van, pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, jó? Mi pedig jövünk Ákos híre után. És most! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning show. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, reméljük az utakon. Minden rendben. Van egy-két közlekedés hír, de úgy néz ki, hogy egyébként ma valamiért talán egy kicsit békésebb a közlekedés, egyelőre jól lehet haladni az M3-ason befelé, minden nap káosz van, kevesebb a trafi, és ami a legfontosabb, hogy kevesebb a baleset. Úgyhogy még az is lehet, hogy ma ez egy kicsit nyugisabb nap lesz. Azért van egy-két fennakadás, persze a Szilágyi Erzsébet vasoron nehéz a haladás, a Budagyögyes Szélkálmán tér 15 perc, ezt István küldte nekünk, az még nem is annyira rossz. Moszkva tér, Szélkálmán tér, Budagyöngye 15 perc, az még nagyon korrekt. Az még istenes. Nagyon egyébként. Jó. Így van. Na, azt mondja, hogy Trafipaxos rendőrautó Győrben, aki arra megy, vigyázzon, és azt nézem, hogy Batéban kint vannak a rendőrök, vigyázzon, aki arra jár. Remélem, hogy jól mondtam, ékezet nélkül kaptam. M7-es 145-ös Kavics Budapest felé haladókat mérik, Lali üzeni, valamint a Pilisvörösváron, a Szabadság utcában mérnek, úgyhogy ott is vigyázzatok. Ezt Galaxis Gabi küldte nekünk. Trafi van még az M6-oson, a 84-es kilométernél Pest felé picit elbújva nehéz őket észrevenni, valamint Kaposmérőben, a Kaposvár felől érkezőket szintén mérik, rendőrautóból Sala voltam. Aztán M86-os főút 84-85-ös kilométerre között a hídról mérnek, és lavina trafi a 42-es úton Mezőpeternél, a Bihar keresztes felől érkezőket mérik, egy kültéren, egy pedig Mezőpeterden belül. Tehát azt hiszed, hogy az egyiken túl vagy, és rögtön akkor beleszaladsz a következőbe? Ezt egy darabig csinálták, aztán ez eltűnt, még beszéltünk is róla. Tényleg a lavina hadművelet, a lavina, vagy mi volt? Így is van, ez hadművelet volt, aztán eltűnt. De volt, nem lehet, ami mindig tart. Hát ők így maradtak. Ez egy monstre. Egy monstre akció. Szóltak nekik, hogy vége a lavinának vége, de ők úgy maradtak, lavina. Lavina alakzatban maradtak egyébként. Akkor semmi, folytatjuk tovább a gerilla harcukat. Igen. Na, gyerekek, hát csütörtök van. Hát régen volt, aki itt van nálunk. Megérkezett hozzánk, reméljük hallotta a tegnapi napot, akkor egy picit erről is tudunk beszélni. Megérkezett hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Gábor, hello, jó reggelt, ciao. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Hello, Gábor. Örülök, hogy találkozunk, meg voltak a fesztiválok, gondolom Ferinek is. Hogyne. Mikor... nem járok mai helyekre. Mikor rúgtál be először, Gábor, volt ilyen? Igazán berúgni én nem megérjett a csicsóka. ez volt a 7 órás témánk. 15-16 évesen ketten vagy hárman elmentünk egy diszkóba, és akkor ott kipróbáltam, de nem esett jól igazán. Azt nem csodálom, hát erről beszéltünk, hát nem jó. Soha nem jó. Egy darabig, igen, hogy jó legyen. Igen, de én nem erőltettem tovább. Tehát én egyszer tapasztaltam, hogy az milyen rossz. Aha, gyáván elfutott az alkohol elől. De milyen jól tette. De jól tette, igen. Meg azt nem értettem akkor sem, meg azóta sem, hogy miért jó, hogyha nem vagyok képes mozogni, vagy gondolkodni, tehát nekem arra szükségem van. Lehet, hogy én túl tudatos vagyok, de nekem arra szükségem van. Most mondják, hogy egy pohár vörösbor nem a világ, mert egy kicsit ellazulsz, de én azt érzem, hogy hát nekem fájni kezd a fejem. Szóval én nem vagyok. Nem eszel rendesen, az lehet a baj. Mert arra jó zsírosra jó egy jó bor. Ja, értem. Lehet, hogy ez az én bajom. Duhajkod, kezdesz, kötekszel. Ez nem az én világ. Húsevősre verekszel. Lögdösödsz a hármas metron. Belekötsz mindenkibe, aki eszik hamburger. Kiütöd a kezükből a sonkás szendvicset. Megpróbálod felborítani a teívót. Hát olyan sok szép gyümölcslé, olyan sok szép ital van a világon. Kiengeded a malacokat az olból, szaladjatok is állatkák, szaladjatok, menjetek, megmentelek benneteket. Na, egy érdekes témával készültünk ma reggel, mert hogy egy tudományos szaklapból kiderült, ami imáron sokatszorra derül ki, hogy nem egészségesek a mirelit ételek. És erről fogunk egy kicsit beszélgetni, mert ugye nagyon sok
szülő egyébként nem is azért, mert lusta, hanem mert egyszerűen rengeteg mire lincs penót, mire lincs sóska, van forgalomban, gyorsan elkészíted, ott van, megkapod, megcsinálod, pikpak megvan, mire lincs zöldségek vannak ugye az ember méhűtőjében, és azt gondolják, hogy ha gyorsan lefagyasztják őket, akkor, akkor igazából annak nem eshet baja. Most viszont lehozta egy lap, hogy... hát nem, hogy nem egészségesek, hanem eleve egészségtelenek, a vitamin tartalmuk azonnal, ugye a multé, és hát nem jó. Nem jó, ha ezt tesszük mi, és nem jó, ha ezt adjuk a gyermeknek. Hát ráadásul tőled is ezt hallottuk, Gábor, hogy az jó, a fagyasztás. Így van. Jól emlékszem, ugye ezt többször is elhangzott, igen, hogy, ez egy hogy a tartósítós ez... módszerek közül az egyik legjobb a fagyasztás. És hihetetlen praktikus azért, valójában őszintén. Igen. Igen. És azt írja a cím, bocsánat, csak még egy fél mondat, Gábor, majd erre is tudsz reagálni, hogy vannak úgynevezett valamilyen molekulák, amik a bakteriális szénhidrátok és peptidek, és rosszul reagál ezekre az egészségre káros élelmiszerekre, amik ilyen molekulát tartalmaznak. Ami nem tudom, hogy hogy kerül az ételbe egyébként, de nagyon sok betegséggel összefüggésbe hozták, hogy a friss élelmiszerekben ez nincs benne, viszont valahogy, ha befagyasztjuk ezeket az élelmiszereket, akkor ezek megjelennek. És érdekes a dolog, mert ezt tesztelték az önkénteseken egyébként, hogy van ez a PAMP tartalmú ételek. Rövid idő elteltével, akik ilyen mirelit kajákat ettek, kimutatható volt, hogy... hogy milyen változás van a szervezetükben, illetve akik nem ettek, azoknak pedig pozitív változás állt a szervezetükben. Ez ennyire számít, hogy a birelit kaja a kajában mi van? Vagy ennyire ront az állagán, ha lefagyasztjuk? Hát elolvastam a cikket, egy picit félre vihet a cikk, mert a mirelit, illetve a fagyasztásról beszél, de egy kicsit visszalépnék, a gyors és feldolgozott élelmiszerekben találták meg ezeket az új kockázatokat. Az új kockázatok arra vonatkoznak, hogy bizonyos, hát ez a PAM, amit mondtál Balázs, ez egy mozaik szó, ez egy angol mozaik szó, ez azt jelenti, hogy bizonyos kórokozókra utaló molekuláris mintázat, vagyis úgy tűnik, hogy bizonyos kórokozók ott hagyták a mintájukat az ételben. Az a minta, ez mondjuk DNS és RNS, tehát igazándiból a genetikai állományok ott van benne. Ez egy stabil molekula lényegében, és amikor lefagyasztják az ételt, akkor nem mindig főzik meg. Adott esetben, vagy ha megfőzték, mondjuk egy főtt ételnél is felengedtetés után gyorsan romlik. Tehát az ugye tény a szakmában, hogy a felengedtetett étel az romlékony, abban gyorsan megjelennek a baktériumok, illetve a kórokozók, vagy a romlást okozók. A fagyasztással továbbra sincs gond szerintem, amennyiben a lehető leggyorsabban lefagyasztjuk az ételt, és a felengedés után pedig a lehető leggyorsabban elfogyasztjuk. Tehát nem azt jelenti, hogy nem a fagyasztással van baj, ugye? Hanem azzal, amit előtte csinálnak így az ételek? A fagyasztás nem hoz létre kórokozó mintázatokat, ő nem víz bele. Maga a technológia nem víz bele semmit. De jó tudnunk, hogy a hűtésfagyasztás az nem öl. Nem öl, nagyon ritkán. De mondjuk ezeket a hűtő vagy fagyasztott árolt élelmiszereket, ezeket a legritkább esetben szokták frissen, nyersen elfogyasztani. Ezeket általában meg szokták főzni. A főzés pedig, ugye egy hőkezelés, akkor elpusztulnak ezek a kórokozók, nem? Igen, de a DNS, RNS, illetve a mintázat úgy tűnik, hogy megmarad. Főleg, tehát nem arról van szó, hogy friss zöldborsót vagy gurulós málnát készítünk, vagy fagyasztunk, hanem gyors és feldolgozott élelmiszer, tehát valamilyen pogácsát, mondjuk húspogácsát, tehát valamilyen olyan ételt, ami teljes keresztmetszetében ugye feldolgozott étel, nem mondjuk egy színhúst fagyasztok le, aminek a külseje fertőződhet, de a belseje igazán nem, hanem egy húsfeltét, egy kolbász, ezt írja a szakirodalom, sajnálom, ezt kellett felolvastam, illetve... Nézed Ferire. Hát az már elnézést kér, de szeretlek, Gábor, de egyre hozzáteszem, hogy kiejti a kolbászot, és elnézést. Tehát például, ha van egy pizza, egy előre készített pizza, amin van szalámi vagy kolbász, akkor ott ugye a gyártási folyamat során kerülhet bele ez a bizonyos kórokozó lenyomat, és ha ezt fagyasztják, az ott megmarad, amikor fölengedem, megsütöm, akkor ez továbbra is mondjuk úgy, hogy kimutatható. Nem, igazából nem fertőz, hanem kimutatható. Fehér vérsejt számnövelő. Tehát erre a szervezetünk többlet
többlet falusejtet fog termelni. Hát ezt így a szakirodalom, a félkész és készén gyors kajákra több a fehérjésejt. Tehát ha a zöldséget termelő. Lefagyasztjuk, és az, abból aztán zöld borsó főzeléket csinálunk, senkinek nem lesz semmi baj. Nem, nem, ja. Nem semmiből. Ilyen szempontból nem lesz ebből gond. Viszont onnantól kezdve, hogy egy, amit mondta, egy pizzát, egy lazanyát, egy fagyasztott húsfeltétet, egy valamilyen pogácsaszerű terméket veszünk elő, ott ennek az esélye növekszik. Egyébként erre találták ki az élelmiszeriparban a kritikus pont elemzést, tehát higiénia. Ez higiéniai kérdés. Oké, de mi van azzal az étellel, amit mondjuk én lefagyasztok? Tehát csinál egy háziasszony, mondjuk egy nagy adag lencse főzeléket, és bedobja a felét a mélyhűtőbe, hogy megmaradt, és úgy megfőzi, kihűl, lefagyasztja, majd kiolvasztja. Ez akkor veszélyes lehet, vagy ilyen formában, ha frissen elkészített ételt visszafagyasztunk, majd újra kiolvasztjuk, akkor azzal nincs baj. Nem látok benne problémát, de mivel megfőzte, ugye onnantól kezdve elpusztult benne minden. Most az a kérdés, hogy a főzés után mi történt? Tehát hol hűtötte, ott a levegő milyen volt, tehát ez a kritikus pont. Na jó, de otthon mondjuk a tűzhelyen áll, kihűl, berakja egy műanyagedénybe és berakja a fagyasztóba, majd egy hónap múlva kiolvasztja, hogy nem a gyerek újra lencse főzeléket akar elmenni. Ez egy picit olyan hír, ami okot adhat arra, hogy hú, most van egy ilyen PAMP nevű új vegyületcsoport, most akkor ettől megint félni kell. Ez egy egyszerű képlet, hogyha figyel a háziasszony a konyha higiéniájára, megfőzte, lehűtötte hideg vízbe, ugye állt az edény, majd azonnal lefagyasztotta, ezzel semmilyen problémája nincs. És ezek a mirelit zöldségek, most kicsit más a dolog, nem a baktérium szempontjából kérdezem, a sok minden már nem tartalmaznak. Tehát a vitaminok nagy többsége valójában meghal a hidegben, vagy túléli, mondjuk egy C-vitamin a mínusz 25 fokot a mélyhűtőben. Én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a gyors fagyasztott a mirelit élelmiszereknél rendkívül jól megmaradnak benne a vitaminok. Ugye az ásvány az nem sérül amúgy sem. De hogy marad meg, bocsánat? A kifőzésnél. Hát a C-vitamin azt mondják, hogy fölvágsz egy fél narancsot, és fél napig áll, és már a felét elveszti azonnal. Akkor hogy él közben túl? Az oxidációs veszteség az jelen van, de a fagyasztásnál borzasztó szigorúan veszik, főleg az újabb fluidizációs fagyasztóknál, hogy úgy képzeljétek el, hogy a zöld borsó az lebeg. Alulról jön a mínusz 45 fokos levegő, a zöldborsó lebegés közben csonttá fagy, és azonnal csomagolják, és megy a fagyasztóba. És ez egy rendkívül gyors folyamat. Igen, nincs oxidációs veszteség. Ezek olyan korszerű folyamatok, tehát ne úgy képzeljétek el, mint ahogy otthon fagyasztunk. Egy ipari fagyasztó az percek, tehát egy órán belül a termék teljesen kész van, és fagyasztóban mínusz 20 fok alatt van. Gyakorlatilag nincsen enzimaktivitás. Ezek a legkorszerűbb technológiák. És utána a kiolvasztás plusz főzés. Te most arra gondolok, hogy csinálok a gyereknek borsófőzéket. Egy lencsét megfőzöm, etsem, assem vele, párolt zöldséget is ezért megpárolom. Marad benne valami, vagy tényleg minden nyersen kéne adni a gyereknek? Biztos, hogy az élelmiszer onnantól már károsodik, hogy fölengedett, onnantól lehet leggyorsabban. Leghamarabb el kell készíteni, és el kell fogyasztani. A hűtőlánc, ha megszakad, emlékeztek, beszéltünk a fagydalatok, hogy ilyenekről is, hogy a hűtőlánc megszakadna, akkor van gond. Azzal lehet szétroncsolni egy élelmiszert, hogyha a hűtőlánc megszakad. Tegnap vagy tegnap előtt volt egy srác, aki betelefonált, igaz, nem igaz, hazudott, nem tudjuk, nem tudunk utána járni, azt mondta, hogy 3 éves sonkát adnak most el húsvéti sonkának. Szörnyű volt így hallani, de ha az a mélyhűtőben volt, mondjuk 3 évig, és utána azt kiolvasztják, és odaadják nekünk, mint gyanútlan vásárlónak, aki bemegy és megveszi azt a szépen frissen mosott sonkát ecetes vízzel, akkor elvileg annak lehet baja, vagy ha ez mélyhűtőben volt, és tök mindegy, hogy hány éves, azt még ugyanúgy megehetjük. Hát a húsokat 6 hónapnál tovább nem nagyon szabad, mert valamilyen szintű működés, romlási folyamat nagyon-nagyon minimálisan 3 év alatt már történik a húsban, és felengedés után veszélyessé válhat. Egyáltalán nem biztos, hogy mérgezést okoz, de ilyen esetben senki nem vár a felelősséget. Tehát egy 3 év. De nem szerencsés. Már. Nem szerencsés. Mi a véleményed a tegnapi vendégünkről, Ákosról, aki például elmondta, hogy ő egy jóféle zsiradékkal indítja például a reggelit, és ő azt mondta, hogy ha zabot enne, akkor hát ő tacsra vágná magát egész napra. Nagyjából nem tudom, végig tudod elhallgatni a beszélgetést, és arra lyukadtunk ki, hogy ez egy baromi nagy halmaz, amiről mi minden csütörtökön, meg néha máskor is beszélünk, és kezdünk el oda kiukadni, hogy mindenkinek egyénileg kell tényleg eldönteni, mert mindenki szervezete más, hogy mit eszik és mit nem eszik. De először más, az nagyon más részét mond. Nézzük, hogy féltékeny voltál? Megingottat róla. Igen, meg összehallgattam. A kis pocakot? Meghallgattam. Végre valami izgalom. Szorult a kis áruszot? De ha megfigyeltétek, akkor igazából ő tehát nem volt szökes ellentét, amit mi mondunk. Abszolút nem. Amire ő a hangsúlyt helyezte, az a személyesség, amire én is hangsúlyt helyezem, illetve a glutén kérdés. A gluténről emlékeztek, beszéltünk. Tehát szó nincs arról, hogy egy húsmentes étrendben kenyeret kenyérrel kell enni.
ezt egyetemen is megmondják, és a szakma pontosan tudja, hogy a kocavegetárianizmus, amikor szénhidrát vegetárianizmus van, az káros. Tehát a cukor és kenyér... Kocavega! De jó! A cukor és kenyér vegetárianizmus, vagy a szénhidrát vegetárianizmus nem jó. Az a baj, hogy a húsmentességet sokan azonosítják a szénhidrát alapú táplálkozással. Egyébként valóban több a szénhidrát a vega étrendben, de ahogy úgy emlékezem, Ákos is mondta, hogy a zöldség, a gyümölcs, azért valljuk meg, abban sem kevés a szénhidrát, vannak benne keményítők, csak ő azt fogalmazta meg, hogy gabona szénhidrátokkal nem táplálkozik. Csak zárójában jegyzem meg, hogy hoztam egy kis irodalmat, ahol a világ legegészségesebben élő népeit mutatják be képanyaggal együtt. Itt látjátok ezt a, nem tudom, 110 éves bácsikát, aki a Hunza völgyben él. Ott vannak az otomini indiánok, a nepáli serpák és az adventisták, akikről... és az adventisták. ez a három. De nagyon érdekes, hogy bizonyos népcsoportok miért 90-100 évig élnek, és ott mit esznek? Ez érdekes? Mert ugye a paleósok visszanéznek egészen a pattintott kőkorszakig. Hát én azt mondanám, hogy nézzük meg akkor az irodalmakat. Egyébként ez szakirodalomnak számít, és lényegében arról van szó, hogy a Hunza völgyben élő emberek alapvetően itt a nepáli serpákat írja, étrendük másik alapvető tápláléka az árpa és a búza. A birka és kecske nyájaktól, valamint a jakcsordáktól a serpák tejet és sajtot nyernek, amivel kiegészítik burgonyából és gabonából álló étrendjüket. Húst alig fogyasztanak. Ezek az emberek... Mondjuk nincs ez a nagy kapkodás. Na de hányi gabona, akkor meg hogy jön oda a glutén? Mert van, aki meg azt mondja, hogy glutén ne. Tehát, hogy... Igen. Valószínű az a búza. Az, hogy lehet, hogy ők egyébként meg tudják emészteni, nem? Tehát gondolom, egy európai biztos, ember emésztés és egy ázsiai ember emésztése között akár lehet más is. Biztos, hogy emésztési kérdések is vannak. A sporttól is függ, illetve az ipari búza, a klasszikus ipari búza egészen más, mint ez a nepáli serpák által fogyasztott búza. Ott vannak az otomini indiánok, akik kukoricalepényt, zöldbabot és különféle zöldségeket esznek. Vagyis tulajdonképpen nem minden. Mindenhol kevés a hús, azt akarod mondani? Tehát azoknál, akik bizonyíthatóan sokat élnek, azok inkább a növényi táplálék felé mennek el, csak hogy érthető legyen, és kevesebb állati fehérjét fogyasztanak. Nem kell vegánnak lenni. Arról van szó, hogy azt azért szerintem nem mondjuk, hogy térjünk vissza a húshoz és a zsírhoz, mert akkor csökkenni fog a koleszterin szintünk, mert jobban leszünk, és hagyjuk el a kenyeret, meg a szénhidrátokat. Tehát ez szerintem egy hibás nézet, és ha megnézzük az irodalmakat, a világunk nem arra tendál, hogy hozzunk létre újabb vágóhidakat. Az egyetem 5. évében arról beszélt a professzor, hogy egyre inkább, tehát a húsra azt mondta a professzor, szükség van ő szerinte, és a szakma szerint, de az állati fehérjék csökkentése szakmai irányába az egész világon. Ha megnézitek, vagy ha elolvassátok, világunkban mondjuk most már hány milliárd ember él a Földön? Mondjuk 7 milliárd emberből, 2-2. Óvatosan a kínaiakkal, mindig többen vannak, mint amennyit mondanak. 8,5. Soha nem lehet tudni, hányan vannak igazából. Mondjuk 8,5. Tehát világunkban minden negyedik ember húsmentesen él, de lehet, hogy minden harmadik. Tehát alapvetően nem a hús felé törekszik a társadalom, sőt, a fenntartható fejlődés, amire annyit hallunk, nem a vágóhidak létrehozása felé tendál. Ha megnézitek, ha az egész világ paleózna, akkor minden utcasarkon kéne nyitni egy vágóhidat és egy hentest. És ez mihez vezetne? Eleve maga az erőszak, meg az a lelkisége, tehát egyszerűen én azt nem értem, hogy miért... Lenne. Igen. Feri nem tudna eljutni A-ból B-be, mert állandóan megkínálni a 5 mindenekkel. Nem lenne egy olyan jó dolog. És ha már zab vagy szénhidrátok, azt viszont hangsúlyoztuk, hogy délelőtt. Tehát nincs arról szó, hogy este bekenyerezünk és bezabozunk, hanem a reggeli. Ugye a 19. század, ugye alapaxióma, 19. század dr. Graham és dr. Kellogg felfedezi, hogy az édes gabona, teljes gabona reggeli a betegeket gyógyítja, az egészségállapotukat javítja, a vércukorszint beáll, a vérnyomás csökken, a beteg előre kap, a botot eldobja, ha volt akkor bot. A lényeg, hogy az édes, de nem édesített, hanem az édes gyümölcsös gabona reggeli a betegeket gyógyította. Ha este vágták be ugyanazt a gabona reggelit, az nem gyógyította őket. Tehát a szénhidrátoknál megint mondanunk kell, mikor és milyen glikémiás. Mi a köpcíme, Gábor? Mi a köpcíme, amit hoztál? Csak új életforma. Új életforma. Jó, erről van egy nagyon jó könyv, amit szerintem mindenkinek érdemes lenne elolvasni, ez egy szenzációs könyv, azt te ajánlottad, Gábor, a Kína tanulmány. Elképesztő. Elképesztő. Ne jegyetek meg tőle. Vastagabb, mint egy révai. Oh, döbbenetesen vezeti le. Nem, nagyon sok szöveg van benne, de minden megértesz a táplálkozásról és arról, hogy mit kéne igazából enni, és mit nem. Nagyon-nagyon-nagyon jó könyv. Kína tanulmány az a címe. Nagyon klassz kis könyv. A két agresszív fehérje, ugye az a glutén a növények közül,
klasszikus búzaglutén, alfa-gliadin, illetve az állati termékek közül pedig a tehén tej, kazein. Tehát nézzétek meg, nem véletlen, hogy a tej savó fehérje a sporttáplálék, és nem a teljes tejfehérje. Csecsemők számára helyesebben mondjuk hozzátápláláshoz tej savó fehérje, amikor, ahol lehetséges, és nem teljes kazein. A lényeg, hogy a szakma azért azt pontosan tudja, ez nem egy új keletű, ez nem a paleo hozta be, hogy a glutén és a kazein az hajlamosított problémákra. Mondjuk Ákosnak az egyik interjújában azt olvastam, hogy hogy szerint a lakosságnak mondjuk a 40%-a, jól emlékszem, gluténérzékeny, vagy legalábbis hordozza ezt az érzékenységet. Erről lehet vitatkozni, ugye a szakma szerint ez körülbelül a cöliáki betegek aránya talán 0,5% lehet, vagy ilyen nagyságrendben. De várjál, a között is van különbség, hogy valakinek a vérből kimutatják, hogy cöliákiás, de közben azt mondjuk nem mutatják ki, mert a vérből már csak nagyon súlyos esetben mutatja ki, de ha van mondjuk egy glutén intoleranciája, azt még a vérből nem mutatják ki, viszont már nem tud a gluténnal mit csinálni, és tönkreteszi az emésztőrendszerét. Így van, de ma már vannak olyan prediktívnek hívjuk, olyan prediktív technikák, amivel enyából például, igen. Olyan embernél is ki lehet mutatni a gluténérzékenységet, aki még nem az, de mondjuk egy 10 éven belül várhatóan az lesz. És nagyon fejlett a tudomány. Minden esetre az a hír, hogy a lakosság a klasszikus búzára egyre érzékenyebb, ez a hír nem új, csak most vonult be a köztudatba, valóban. De nézzétek, azért az is tény, hogy egy zab fehérje az más szerkezetű. A aki gluténérzékeny, az egyébként zabot ehet? Tehát ha egy gyerek most valakinek a családban gluténérzékeny? Én azt mondom, hogy a cöliákia beteg zabot szerintem nem ehet, ahogy árpát és rozsot sem ehet. De a gluténmentes zab most terjed, erről én is egyre többet olvasok, hát óvatosan bánjunk azért vele. Egyrészt, hogyha a zab onnan származik, ahol búzával nem érintkezett, a szerencsés, de a zabban nem alfa-gliadin jellegű fehérje van, hanem más típusú ovenin nevű fehérje. Csak azért vigyázzunk. Hány gyereke lehetne ezzel segíteni egyébként, gondolom, de ha kivizsgálnánk. Ugye hány gyerekre mondják ma azt, hogy túlmozgásos, amiről tegnap is beszéltünk, hogy hiperaktív, hogy kezelhetetlen, hogy magatartás problémák vannak vele, és a szülő nem csinál más, mint az óvodában, meg az iskolában, csak fegyelmezik, bántják, kiközösítik. Közben pedig, ha bebizonyosodna róla, hogy mondjuk a glutént kicsit bekever az agyába, és ezt kivennék a táplálkozásból, akkor 10-ből 5 gyerek egyébként egy hónapon belül teljesen normalizálódna, és elkezdene normálisan viselkedni, és szegények nem szélsőségesként néznének rájuk, csak változtatnák egy picit az étrendükön, és ez azt kéne, hogy a szülő megnézesse ezt az egyet, hogy glutén, és nagyon érdekes dolgot mondta tegnap az Ákos, hogy egyszerűen úgy hat rájuk, mint a különböző ópiátok, tehát mint a heroin és a kokain, hogy egyszerűen megbolondulnak tőle, és rájuk sütik azt, hogy hiperaktív, rossz magatartás, zavaros. Nem. Csak ezt az egy dolgot kéne az étrendjükben megváltoztatni, és abszolút kezelhetőek lennének, és sok szülő ezt fel sem ismeri. Igen, nem ül oda, rohangál, túlmozgásos. Nem mondjuk azt, hogy az egész társadalom gluténérzékeny. Nem, ezt nem mondom. Én mindig a gyerekekre gondolok, hogy sok gyereknek lehetne segíteni, ha a szülő fölismerni. De lassan a különböző irodalmakból az jön le, hogy gyulladást kelt az összes gabona, a krumpli, a hüvelyesek, ezek bélbetegségeket okoznak. Szóval ezeket nehezen tudom elfogadni. Ugye beszélnek a lektinekről, vannak még cikkek is különböző oldalakon. Miközben felnyitom a szakirodalmat, és azt látom, hogy a világ legegészségesebb népei hüvelyeseket nem búza típusú, de időnként még ugye a búzát is eszik, de inkább az árpát és a kölest. Ugye a hunzák, a serpák árpát és kölest esznek. Tehát a búza alapú társadalomnak lassan lehet, hogy leáldozik, csak nem mondjuk azt, hogy az összes keményítő tartalmú gabonát, a kölest és a hajdinát is dobjuk ki. Egyáltalán nem igaz. De minden mögött azért egy komoly üzleti érdek és nagy lobby áll, erről is beszéltünk, a hús mögött is, a tej mögött is, tehát hogy nyilván mindenki a saját igazát tolja, megjelentett különböző szakirodalman publicisztikákat, megiratja valakivel, mert hát ugye hát ezt a terméket el kell adni. Hát brutális húslobby van Amerikában is, tejlobby is, hát ez milliárdos üzletág. Gábor az árpa lobby, ugye? Gábor pedig áll az árpa, a köles és a csicsóka lobby mögött. Pontosan így van. És azt sem szabad elfelejteni, hogy az általad emlékezett például dr. Kellogg, illetve dr. Grahamnek a kutatásait már cáfolta például dr. Half Brown Bread, aki ugye a fél barnak enyém mellettől. Jaj, miket mondasz? Igen. Már-már komolyan vettelek. Azért, csak egy mondat. Csak óvatosan. Hogy azért azt mindenhol odaírják ezekhez a népekhez, hogy a negyedben írják a te rozsodat, vagy árpádat. Hunzák és serpák. És az olcsó indiák. Olcsó picsú indiák, hogy mindenütt halálnyugi van, nagyon tiszta sokat levegő. Sokat gyerekek persze, és nem stresszelnek, mozognak, lemozogják, jó levegőn vannak. A terelgetőt, hogy akkokat művelik az állatot. Csinálj, amit akarsz.
meg azért az zöldség lehet aránya magasabb. Zöldséget esznek, kevesebb húst esznek, jó levegőn vannak, ledolgozzák, művelik a földet, terelik az állatot, persze, te meg napi 4 órát ülsz egy helybe és beszélsz, érted? A legnagyobb vétek, szóval, hogy... Így van. És teljesen igaz, de akkor beszéljünk a stresszről, akkor ne a gluténről, hanem akkor nevezzük meg, hogy akkor a stressz okozza ezeket a problémákat. Nem annyira a hüvelygombáról. Most már elkapcsoltak a férfiak. Igen. A nők elkapcsoltak, beszéljünk a prostata problémáról. Nekem az a gondom az irányzatokkal, hogy irányzat, tehát ott van a szóban, az a gondom velük, hogy egy-két témára helyezik a hangsúlyt, nem biztos, hogy teljes egészében szemlélik. Nem mondjuk azt, hogy mindent a savasodás okoz, mindent a kandida okoz, mindent a glutén okoz. Vannak problémák, emeljük ki, de beszéljünk a többiről, hogy hogy kell hasilégzést folytatni. Na jó, Gábor, oké. Mit reggelik? Igen. Jóga légzés. És most meditáljunk. Problémáról, Kim Jong-unról. Ez nem a jóga légzés. Hasilégzés. Hogy milyen egy jó agyakpakolás, amiről beszéltünk. Istenem, egy jó agyak. Ez is, hogy a gyerekek mennyire tudják, hogy a gyerek elkezd hasilélegezni, és aztán mire felnő, már csak ugye rosszul lélegzik, de ugye a gyerekek ösztönös egyébként jól csinálják egy ideig. Kérdés. Igen, az egész minden összefügg mindennel. Nehogy ortorexiásak legyünk tényleg, hogy mindent. Az te vagy. De ortorexiás vagy. De az vagy. De beteg vagy. Nem, de tudod, hogy a legnagyobb barátom vagy, és mindig megcsikiznek egy kicsit, mikor meglátlak és megölelgetlek, de te egészen biztos, hogy az vagy. De tehát, ha nálad ezt megállapítanák, én nem csodálkoznék. Az ortorexire ugye az a kényszeres törekvés arra, hogy az egészségesen nem törekszem el. Nem, persze, te úgy iszod a vizet, Gábor, hogy kitöltesz egy pici ásványvizet, és 2/3 részben felhígított, tisztított vízzel. Mert azt úgy kell inni, pici ásványvíz, 2/3 felhígított, tisztított víz. De ez mi, ha nem ortorexia? Ez rutin. Ez rutin. Már, így nem iszik ember vizet, ahogy te iszol vizet. Pici ásványvíz, de hígítsuk fel tisztított vízzel, hiszen nem jó csak az ásványvíz. Legyen mellette egy kis tisztított víz, nem csapvíz. Na ez az ortorexia. Aha, értem. Ugyanúgy beteg vagy, mint mi. Csak máshogy, de ez nem. Nem, ez jó lesz. Olyan pusztulok, de betartom az arányokat. Nézzétek, hogyha az emberi szervezet törvényszerűségét megismerjük, akkor nem tudunk máshogy élni, csak a törvényszerűségek szerint. Ez egyébként így van. Ha én máshogy élnék, akkor szembe mennék a saját lelkiismeretem, amit meg nem szeretnék. Mit reggeliztél, Gábor? Mit reggeliztél? Hát meg ölespejhet tettem. Most oda megyek és megcsikiznek. Egy kis tök magörleményhez. Hogy történhetett ez meg? Hogy történhetett ez a reggel, hogy ennyire dőzsöltél? És ehhez baracleknát fogyasztottam. Ne! És aszaltszilvával. Sima mezei baraclekvá, öregszel. Igen. Az álfonya most elfogyott, most ez volt. És egy kis gyömbért se reszeltél bele? Semmi. Nem már. Nem. Slendrian módon így összedobtál egy ilyet. Kis kölespehely, kis baraclekvára. Kölespehely, tök magliszter, összeturmixoltam egy kis vízzel, kókuszliszttel, és kérlek szépen erre ehhez egy kis baraclekvárt tettem. Ez egy ilyen sűrű ségszerű anyagot, ezt kiöntöttem egy kis tálkába, és... Megkavartál egy kis kanálkába. Mondtad az asszonykának, hogy kérek egy séket, meg egy asztalt? És almával. Most ilyen. Ez most ilyen gyors reggeli volt, tehát ugye ezek azok a dolgok, amikor olajos magot gabonával társítunk, és egy kis gyümölcsel. Ezek azok az édesebb típusú gabona reggelik, amik erőt adnak szerintem a délelőtt és az egész napra. Na jó van. Hát én nem bírnék mondjuk zsírosat, meg húsosat, meg tojásosat reggelizni. Nem tudom, hogy akkor azt kéne szerintetek, vagy azt kéne a nem, hát mások hát nem eszel állati fehérjét, meg vegavagy, tehát ez azért tőled furcsa is lenne, hogy egy kis békén darabbal a szátszélén érkezzél meg ide csütörtökön. Nem tudnánk hova tenni. Csak a hunzavölgyben élőkre, a serpákra, illetve a Ocho Picchu indiánokra. Gábor, puszilunk, köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy jöhettem. Nem egy egyszerű téma, de jó róla mindig beszélni. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm. Folytatjuk két hét múlva. Tessék? Totál kényszeres. Gyerek, mindenkinek van valami kattanása. De hát ez a világ ezért szép. 9:05 jövünk, Ákos híre jut. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 múlt. 2 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Polgár Peti Huradal. De jó volt ez. Jó is volt, és állítólag készül a videoklip. Igen. Brigi csak ennyit írt. Jézusom. Hát vannak mindig új hallgatóink, akik még nem tudják. Igen, ennek a dalnak az eredetét, a történetét, hogy miért született, hova született, mi ez a zene.
Hát igen, igen. Polgár Peti és a Feri. Egyébként tényleg így van. Hát, hát bocs, Feri, ott voltak a srácok is, ez nem az én hibám. Csak mi tátikában nyomtuk. Igen, hát hangosnak kell lenni. Amikor felvétel van, akkor ott piros lámpa, így van. Kijereszted a torkot. A magyar csajbandákból is kb. Az egyharmad énekelt mindig. Igen. Valaki ennyit ér, atya ég ma is. Valaki ezt írja, na végre Hunadal a legjobb a világon. Juhú, írta nekünk egy hallat. Állat ez a dal, látnátok, hogy rázom a varrógépnél. Csillus írta nekünk. Milyenek a cím a mulatosnak? Á, imádom, le akarom tölteni, nem találom. Köszi, Noncsi. A YouTube-on fönt van. Így van, fölmész a legismertebb. Ja, igen, már mondtad. Tehát felmész oda, és akkor beírod, hogy Polgár Peti és a Hungari Cool Hunadal. Hunadal. Mi vagyunk a Hungari Cool, esetleg valaki nem esett volna. Ezt kell keresni, ezt kell lájkolni. Igen, Brigi SMS-et nagyon szeretem, Jézusom. Látjátok is, megosztanak a világ, egy idegesítő, imádom, ez szörnyű. Mi ez? Tírják többen. Mondjad? Csak reagálva mondjuk Gáborra például ez a dal is, tehát hogy siker lett volna ez a dal, ha arról szól, hogy zabot eszünk, egy vékárad, nem iszunk mi tejet, mi a máma. Érted? Nem, hát pont azt mondja, hogy kolbász, urkapász. Hát a magyar életérzés azért az eszünk, iszunk, mulatunk, tehát ebben ez benne van. Persze, sose halunk meg, de hát ez az utóbbi, ez már cáfoló. Ez nem igaz, nem igaz. Igen. Nem mindegy azonban, hogy halunk meg, például kopaszon vagy hajjal a fejünkön, tegnap ismét hívott. Ne! Nem mondott komolyan, hogy megint felhívtak. Ezt hiszem, hogy fölhívott, hát, ugye, tegnap meséltem, vagy tegnap előtt meséltem reggel adásban, hogy egyszer csak megcsönt a telefonon, bemutatkozott egy hölgy, hogy mit él, milyen hajbeütető klinika, és hogy az ő szakembereik láttak engem a televízióban, és nekem kell a hajbeültetés. Én már akkor ki voltam ezen a sztorin, és téged kerestek, és neked akarták mondani. Nekem akar, és mondtam, hogy én nekem nem kell, nekem van elég hajam, de ha nem lenne hajam, tehát ha olyan kopasz lennék, mint ez az asztal, akkor se ültetnék be, mert igen. Én nem... Illedelmesen megköszönted, és mondtad, igen. Hogy nem. Nem, de ezt mondtam már 50-szer, mert a hölgy ezt tovább ütötte, de a mi sakembereink látták, hogy magának nincs haja, és mondtam, beszélgethetünk még egy... Na, ez így. Letettük, mi ugye megpróbáltuk így visszahívni, nem találtuk a számot, ugye egy ismeretlen számról hívott, és úgy éreztük, hogy ennek a történetnek itt a vége. És ugye értetlenül álltunk, illetve ültünk az esemény előtt, mert hogy hát basszus, neked nincs szükséged rá. Igen. Igen. De ha lenne is, miután érted, szépen elmondod, hogy nem kéred, akkor nyilván megköszönöd, arra leteszed. Jó, erre tegnap innen mentem pont haza, amíg megcsörönt a telefonom, nem tudtam fölvenni, visszahívtam a hölgyet, aki nagyon komolyan megsértődve és felháborodva reflektált erre a dologra, mert nyilván nem ő hallotta, hanem ugye mesélték neki. De várj, megint fölhívott, hogy jó napot, Janik, én megint ajánlanék önnek egy hajbeültetést, vagy elmondta, hogy hallottam a rádióban. Igen, és... hogy kedves Feri, igen? Hallottam a rádióban, illetve nem én hallottam, hanem ismerősek. Szakorvosaink hallották. Igen. És azt mondta, hogy az első gondolata neki az volt, amikor fölhívott, hogy én azt gondolom, hogy ti akartok engem átverni. És azért nem viszel hajbeültetést. Azért nem megyek. És hogy ezért is újra hívott, hogyha esetleg érdekelne még a hajbeültetés, akkor most megint felajánlja a dolgot. De hogy az egyáltalán nem úgy volt, ahogy én azt elmeséltem a rádióban, mert hogy én ezt mondtam neki, hogy én nem kérem, de mondom, ne haragudj, ötször mondtam legalább, és most is ugyanezt tudom mondani, hogy ha fenekem... megint elmondta, hogy nem vizem hogy igen, hogy, ja, hogy továbbra is az ajánlat továbbra is áll persze. A sértődés ellenére. És mondta, hogy de nekem ezért nem kell fizetni. Hát, és mondtam, hogy nem ez a baj, mert ha én akarok valamit, akkor hidd el, hogy ha akarnék hajbeültetni, akkor meg tudnám venni a hajbeültetést, de hogy nem ez a baj, hogy nekem kell lefizetni, vagy nem, hanem hogy én nem akarok ilyet, érted? És megint ugye, megsértődött, de igen. Megint fölhívott. Figyelj, és ő klinikánál dolgozik? Nem, vagy? Én visszakérdeztem, igen? Mondom, hogy mert neki volt egy nagyon gyanús hívása, mondom, nem volt gyanús, valóban mi voltunk azok, és hogy ott egy idegen név hangzott el, persze, hát mondom, Kovács Géza, vagy nem tudom, mit mondtál, Balázs. Így van, de hogy te miért mondtad azt, hogy te a Duna Televízió szerkesztője vagy? Mert én az vagyok. Mondom, akkor most álljunk meg egy pillanat. Nem mondod komolyan. Ha te a ténylegesen a Duna Televízió, akkor mi a sötét éjszakát ajánlasz nekem hajbeültetést? Mert neki van egy barátja. Ne! Érted? De nem vagy kopasz, hát eleve miért élek téged? Hogy miért én? És tökül még őben egy picit megsértődött. Tehát, hogy azt feltételezik, vagy állítják róla, hogy te egyébként kopaszolsz. Ők hívnak fel téged, te nem is lépnél velük egyáltalán kapcsolatot, tehát kvázi zaklatnak ezzel a történet. És még meg is sértődik. És ő a Duna TV-nél dolgozik. Meg volt sértődik. És a barátjának van klinikája? Igen, és akkor gondolta, hogy ő a Duna TV-ről ismer engem, vagy meg tudja szerezni a számomat, nyilván. Hány embert hívhatott még így föl? Nem tudom. Ahogy a barátjának a klinikáját promotálja. De hogy miért nem érintek? A Janit miért nem hív? Tényleg, miért nem olyat hívnak, akinek... Egyébként meg akartam adni a számodat, azt mondja, nem érdekel.
Igen, ezt mondta. Nyilván nem. Igen. Oda már nem tudunk mit csinálni. Láttuk, hogy jönni, oda már egy téglajó. Rajtam látszik, hogy nem vagyok olyan piperköc, mint a biztos. Tehát én is ki vagyok békülve a kopasságommal, mint hogy fel is ki van békülve azzal, hogy neki van haja. Tehát akkor nem is az ő klinikája. Nem is az ő, valami barát. De nagyon elszánt, hogy újra felhívod. És óriási, és biztos vagyok benne, hogy ma is hív, nyugodtan hív ma is. És akkor így elbeszélgettünk, és már nekem volt kellemetlen az egész, mert hogy így ilyen magyarázkodóssá kezdtem válni. És mondtam, hogy ne haragudj, nem akarok semmit kimagyarázni, valóban nem kérem a hajbeültetést. És akkor, de hogy neked ezért nem kell fizetni. És mit csinál Duna TV-nél egyébként egy hajbeültetésről szóló műsort forgat éppen? Vagy ő mint tévészerkesztő dolgozik a Duna TV-nél, de közben fusiba hívogat sztárokat, hogy menjenek el a barátok klinikájára hajat beültetni. Hát valószínű, igen. Ez és a tévés ismertségének köszönhetően megszerez egy csomó telefonszámot, amihez egyébként nem jutna hozzá másképp. Jó. Igen. Jó, ügyes. Kíváncsi, ki lesz a következő. Hát a becsörög nálunk is. És mindig csak hajbeültetést ajánl vajon? Vagy mindenkinek profira? Tehát profira szabottan. Mondja. Hát de akkor nekem mondjuk mi a zsírleszívást? Hát nem tudom, hát bármit. Vagy ő mindenhol. Bárha ilyen klinikájuk van, akkor lehet, hogy... Nagyon engem. Várom a mai beszélgetésünket is, majd holnap elképesztő. Két forgatás között vagyok a Duna TV-től, van a barátomnak egy hajklinikája. Önnek hajbeültetésre van szüksége. Elképesztő. Nagyon. Most le kell tennem a felület az Honor lámpa. De majd még hívom este. Jézus. Isten, Feri, megadnád a hölgyszámát, ha ingyenes, én elmegyek helyetted. Egyébként tényleg átruházható? Tegyük akkor valakinek szívességet. Én szerintem őket ez nem érdekli, Lacka, hogy te menjél el, mert akkor azzal arról te beszélsz. Hát igen. Akkor ajánlj fel a Berki Krisztiánnak. Valakinek passzol, lehet, igen. Na jó, van, kíváncsi, hogy hívni fogja ma. Mutatjuk a hármas ugrásra a beugrót. Figyeljen mindenki, aki játszani szeretne velünk. Ja, nem? Aha. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Sűrű. Egyre keményebbek, én szeretem, igen, hogy kicsit durulunk. Írjátok meg, mit hallottunk, jó? 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ezt kell elküldeni. Nekünk, ha szeretnétek játszani hármasugrást a következő órában, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, csütörtök van, közeledik már a péntek, ugye, hát ez már az előszobája tulajdonképpen a pénteknek, úgyhogy nem sokára tényleg vége a hétnek. Kitartás. És vége a rossz kitartás időnek mindenkinek. Na, mesélj valamit, igen? Vége a rossz időnek is, mert a hétvégén egyébként már normalizálódik a helyzet. Szombatra kifejezetten nem is mondanak esőt, a vasárnap is lesz egy kis napocska, a hétfőn megint nem mondanak esőt, legalábbis ugye a legismertebb meteorológiai szolgálatnak a honlapján. Kedden lesz valamicske, de nem rossz. Nem rossz. Kedden ne is menjünk előre, hogy 3 napra tudják maximum. Tehát mi lesz kedden, fingjuk nincs, ahogy nekünk sem, meg senkinek. Kis túlzással maximum 3 nap, de tényleg. Rakjatok be valamit, ami miért nem csörögnek. De. Ennyi, valamit oda ki kell írni, itt az applikációk is jeleznek ezt, azt, de ez naponta változik. A hétvége, azt mondtad, mi lesz? Igen, a hétvége vasárnapra mond egy kis esőt, de semmi extra. Szombatra meg aztán pláne ne legyen eső, majd mi is beszélünk róla holnap egy picit, mert hogy lesz ugye az állatkínzás ellen egy tüntetés megrendezve. Budapesten a parlament élet fog vonulni több mint 90 állatvédő szervezet, és azok a civilek, akik szimpatizálnak ezzel, a bizonyos kezdeményezéssel, hogy vegyék most már végre az állatvédelmi törvényt nagyon-nagyon szigorúan és nagyon-nagyon komolyan, ne legyenek felfüggesztett börtönbüntetések, igenis legyenek letöltve, ezek a büntetések igenis nagyon-nagyon súlyosan szabályozzák ezt a dolgot, mert szükség van rá, hogy az elmúlt hónapokban hihetetlen események történtek az országban. Ezen hát évek óta ez történik, hát nem csak az elmúlt hónapokban, de nem, soha nem szigorítanak, ettől fognak. Hát reméljük. Most óriás felháborodás van egyébként az országban mindenféle fronton, minden jó érzés embert felháborítanak ezek az események, amik történtek. Ezeket most hagyjuk, ne citáljuk ide őket. Mindenesetre 90 állatvédő szervezet döntött úgy, hogy most már elég is ki kell menni az utcára. Ez egy abszolút egy össztársadalmi dolog, egy abszolút közügy, és hogy semmiféle köze nincs, semmiféle politikai vonulathoz. Ez mindannyiunk közös ügye, hogy végre tényleg öntsük tiszta vizet a pohárba, és legyen végre rend ezen a téren és az országban. Nagyon-nagyon fontos.
Hát meglátjuk, hogy sikerül-e valamit elérni. Évek óta lehetne szigorítani ezen a törvényen, de valahogy senki nem nyúlt eddig hozzá. Reméljük, hogy akkor ez ennek hatására megtörténik. Megérdemelnék az állatkínzók nyilván, persze, betartatni, szigorítani. Igen, és hát a szigorítást utána betartatni valójában, ugye? Tehát hiába tehát két évet, ha kapsz, de ha senki nem tartja be, és nem törődnek vele, akkor nehezebb a dolgot azért véghez vinni. Mi ott leszünk minden esetre? Vonulsz? Vonulok, Csaba is vonul egyébként, és még nagyon sokan vonulnak. Állattal vonultok ilyenkor élkutyát vinni? Nem. Hát fia, ha ilyen sokan vannak, az nem jó szerintem egy kutyának. Nem, tehát, egyáltalán pont nem. A vonulás paródiája lenne egy kicsit. Hát, hogyha, igen, kopasz kutyák, macskák. Viszel egy kutyát, és szegény így reszteg. Vadászgörények, tudod, meg se struc megjelenik, egy agáma. Két komodai varánc és egy zsiráf, tudod. Mi az András? Egyébként nem biztos, hogy rossz lenne. Nem tudom, az, hogy az viszont egy észventúrában jól igen, lézi. Megjelen az 50 centus egy elefánttal, igen. Tudod, három majommal a vállal, már két makákóval. Egy valaki hatas boával a nyakában. Lehet, igen, ez inkább egy észventúra jelenet lenne, igen. Mindannyiuk érdekében történik egyébként ez a felvonás, természetesen nem csak a kutyákról, cicákról van szó. Azt mondja, hogy nézzük gyorsan a közlekedési hírek, egy 81-es főúton Mornál, kamionon kontroll, Panda küldte nekünk, kamion kontroll, 81-es főúton Mornál mindkét oldalon KPM ellenőrzés, Trafipax rendőrautó Győrben, vigyázzon mindenki, mérnek az M7-es 145-ös kavicsánál a Budapest felé haladókat, Balaton Bozsok belterületén az agybenzinkútnál, végkezett nélkül olyan ágybenzinkút, úgyse jó. 61-es úton megerősített rendőrségi ellenőrzés, mindenki vigyázzon, trafi az M0-áson a Káposztás megyeri kihajtónál a Megyeri híd felé, ez Gaba küldte nekünk, valamint Kapos mérőben a Kaposvár felől érkezőket mérik rendőrautóból, ezt Sala küldte nekünk, köszönjük szépen. Léci Bani, mondd el, az alkalmazásról szoktad nézni a sorozatokat, már régóta keresem, nagyon köszi Máté, ez a TVE TV, ez az alkalmazás neve. Én nem a sorozatokat nézem, ezen látod, hogy melyik sorozat mikor indul. Például most láttam, hogy már felrakták a Trónok harcát is, és indul nem sokára a Trónok harca. Ami jó, nem tudom hányadik évad, hatodik? Hatodik évad már. Szóval a TV alkalmazásról lehet látni, hogy az ember kedvenc sorozata, beírat, hogy mi a neve, és akkor kiadja, hogy hányadik évadot forgatják, és mikor indul el. Van még egy közlekedés, M6 alagút, Bátaszéknél Pécs felé lezárva, forgalom áll, emiatt torlódás van, úgyhogy ott is menjetek óvatosan. Na, megnézzük, mit csináltak hazánk trójai, az elviselhetetlenek, a szörnyek, és azoknak, akiknek minden fáj, és mások boldogsága fizikai fájdalmat okoz, mások öröme pedig, hát nem tudom, endorfin termel az ő szervezetükben? Hadd szóljon! Mihez szóltak hozzá? Nem pihentek. Mit találtak? Nem pihentek, úgyhogy most egy kicsit velük foglalkozunk, megnézzük, hogy hazánk trójai mit kommenteltek. Ha valakinek jó, akkor neki rossz. Ha valakinek nagyon rossz, akkor neki igazi eufória. Oh, így írtok ti, Trollpercek a Morning Show-ban. Hát volt mit kommentelni, mindig történik valami. Rengeteg hír van. Úgy vannak vagy... új befutók, vagy csak a régi kedvencek, tehát Sarka Kata. Vagy... Vannak új befutók. Mert ugye vannak olyanok, akikre, amikor akik állandóan kapnak. Igen. Tehát troll perceket keresel, akkor tudod, hogy hova kell rámenni, hogy ott biztos, hogy lesz olyan. Tök jó, egyiket én most is találtam egyet, egy SMS alapján egy trollt, visszanéztem a korábbi hozzászólásait, szinte minden témánknál egyébként oszt minket, úgyhogy én itt fekete listára is rakom. Ennyi volt. Figyelj. Nem tudom, mit írni, megnézzük. Valaminek is nagyon fáj. Na, azt mondja, hogy több hír is van. Pinner Alma a szoptatás fontosságáért kampányol. Hát ennek örülni kéne. Örülni kéne. Egy ismert hölgy, aki már túl van a gyerekszülésen, egyébként nagyon jó karbantartott hölgyről van. Szóval saját magának köszönheti ezt, és ez milyen jó, hogy ezt elmondja. Jól is teszi egyébként, egy tök egészséges dologról van szó, nagyon fontos. A gyereknek is jó. Fura is, hogy kampányolni kell mellette. Ja. És erre jöttek a trollok. Jönnek a trollok, a nagy magyar anyák, akik ezt kikérik maguknak, hogy valaki a szoptatás fontosságáért kampányol, egyébként is miért kampányol, miért nem szoptat, miért nem marad csöndben, miért nem rohadt meg ott van. Nagyjából ugye megérkeztek hazánk trolljai. Rettenetesen szórakoztató, és tényleg az ember nem cserélne velük. Tehát ezek, ezen percek
meg azért jók, mert tulajdonképpen rájössz, hogy nekik a legrosszabb, nem? Tehát azért tanulságos ez a rovat, mert ők bántanak igen. mindenkit, de mindig rájövünk a rovat végén, hogy náluk nyomorultabb nem nagyon létezik, nem? Akik akarva akaraton mindenkit bántanak, fizikai fájdalmat okoz nekik, hogy valahova be kell írni, és a saját frusztráltságukat például Pirner almán vezetik le a következőképpen. Ha, ezek azok a majomkodó, nagyzási mániában szenvedő nőszemélyek, általában tudatlanok is, még ha azon a rúdon művészi szinten táncolnak, de én úgy veszem észre, a szakértő, hogy csak a szexualitás dominál abban a rúdtáncban, amit csinál, nagyon alacsony szinten. Nagyon jó. Szól hozzá a témához, ami igen. egyébként a szoptatás fontosságáról amit szól. Amit szinte meg sem említ. Na igen. Jön a következő szintén nagy magyar anya, női névvel. Na, ő is csak a melleit akarja mutogatni. Aztán jön ezzel a süket szöveggel, maradjon otthon a gyerekével, örüljön neki, be van sózva. No, meg a biztos még a vendéglőben is babaszó szoptató szobát fog kialakítani. Az nem tudom, milyen vendéglő egyébként, vagy hogy jön. Még ez is van, tehát hogy még, neki még valószínűleg ez is fáj. Tehát lehet, hogy van egy vállalkozás, ami kapcsolódik az almának a nevéhez, de ez hát, is fáj minden neki. Fáj. Sőt, gyereket is valószínűleg azért szült, hogy a melleit mutogathat. Igen. Jön a nagy megfejtő magyar anyam. Azt gondolom, hogy a gondos anyuka úgy szervezi a programokat, hogy a baba mindig otthon tudjon megfelelő körülmények között tenni. Nem tudom, miért kell ebből nagy cirkuszt csinálni. Nem erről van szó a cikkben egyébként. Nem erről van szó a cikkben. Lerágott csont, érkezik az okoskodó. Miért kell megint ezzel a témával foglalkozni? Ne szoptassanak nyilvánosság előtt. Ez intim téma, egy éve is ez volt a véleményem. Most is jövőre, hagyjuk már ezt a témát. Ő az, aki unja, de azért igen. bekommentel, azért ír. Unom már, amit szólok hozzá. Első olvasom, de kommentelek annyira azért. Unom, hogy emiatt most gyorsan beloggolok és írok hozzá. Igen. A nagy megfejtő szintén, hogy Pilner alma törődjön inkább mással, pörögjön a rúdon tovább. Ja, a rúdon nagy erre. Tudod, igen, hogy magasról lesajnálta. Igen, nagyon. Nagyon, nagyon szeretük, nagyon szórakoztató volt, valójában közben az ember egyáltalán nem cserélne velük. A pápa egy bizonyos városban üdvözölt az egybegyűlt tömeget, testőrei kíséretében vonult a hívek előtt, hogy többekkel kezet fogjon, ám az egyik fiatalember megragadta a köpenye ujját, maga felé rántotta, amitől a pápa ráesett az előtte ülő tolószékes férfira. Ne légy önző, mondta a szentatya, magából kikelve, aztán folytatta a sétát, majd távozott. Gondolnád, hogy talán őt nem. Ugye? Tehát bárkit lehet hazánk celebéi közül, de a pápát azért csak nem. Érkeznek hazánk trójai, vérbe mártott klaviatúrával, és elmondják a véleményüket erről a hírről, hogy mégis mit gondolnak szegény szentatyáról, aki egyébként elment, ott volt, foglalkozott az egybegyűltekkel, megáldott egy-két embert, megrángatták, de ő jól tűrte. Ráadásul talán második János pápa volt a legszimpatikusabb pápa. Igen. Jön a szakértő. A szentatya valószínű beszlapált a misebortól, vagy még füvezett is írja. Nyilván, európai menekült táborokba kellene mennie, és elmagyarázni a migránsoknak az európai viselkedést, jön az okoskodó, hogy menjen a szentatya migráns táborokba. Jön a következő, a vén hülye. Na jó, hát a vén hülye nagy drogos a krekett üvegpiából szívja ki. Mit keresett ott a tömegben? Nem is értem, minek kellett oda mennie? Megérdemli, írja valaki. Jön a finom visszafogottról, aki csak úgy finoman kommentel, lesz mit meggyondja. És jön az íbetűre a pontot feltevő, hogy megdögölne a szarkeverő egyházi moslék. Tehát, hogy egyszerűen nem is tudod megmagyarázni ezt a fajta elkeseredettséget, frusztrációt, és gőzkiengedő szerepet betöltött. Kirobban belül a gyűlölet, de... Ő a masszív gyűlölködő. És hogy melyik jelzővel egyébként mire gondol konkrétan, azt soha nem tudjuk meg. Igen. Miben kavar? Igen, hogy őt mit kavar? Tehát mi... Jó, nem tudom, nem is kell megfejteni. Baja, szerintem. Nem is kell ezt, nem minden is kell ezt van baja. Na, volt egy játékunk, ugye, ahol Patrik és Dorina egymásra talált, hát, és ugye ez arról szólt, hogy két ismeretlen ember elment egy vakrandira, egy hosszú hétvégére, és hétfőn beszéltünk velük, mi azt hallottuk, hogy jól sikerült a dolog, megtörtént minden, aminek meg kellett történnie, még ha ezt Dorina érthető okokból egyébként kicsit félve is ismerte be, azért nagy vonalakban elmondták, hogy jó volt hogy nekik. És volt minden. Hát egy ilyen ártatlan helyeztető dologról van szó. Egyébként hogy a férfiak nagy része, hogy őszintén egy picit valami ilyesmire álmodik, hogy ha másra nem, akkor tényleg csak egy hétvégén összejöjjön egyébként egy intelligens, helyes, csinos kis hölgyel, és aztán elmenjenek is egy hétvégén, ráadásul úgy, hogy meghívja őket gyakorlatilag egy rádió, jól érezzék magukat, egyenek, igyanak, adott esetben más is történjen. És mindezt úgy, hogy mind a ketten szabadok. Ez igen, nagyon igen, fontos. Igen, hogy két szingliről van szó, igen, tehát senkinek a köré nem zavarnak be, nem zavarnak senkit. Igazából az embernek ilyenkor csak hátra kell dőlnie, és örülnie annak, hogy ők is örülnek, és hogy jól érzik magukat. Na hát nem mindenki van így. Természetesen a trollok, azok rögtön itt is letették a névjegyüket.
Na, a beszari. Ez a Patrik megszól. Timi, kellett volna neked, nem ez a lapos lángos. Egy igazi férfi a hegyet is meghódítja. Tehát jelzi, mind a kettőnek szól, ugye Patriknak, igen, hogy beszari. Hogy valójában egy igazi férfi, én mondjuk Miss Szerdát választotta volna, nem úgy, mint Patrik. Az egésznek egyébként a pikantériája azt, hogy ezt egy hölgy írta. Ezt a kommentet. De. Ő valószínűleg magát sajnál, hogy, ja, hogy nem mert elindulni ezen a kis akciónkon. Baromira irigy. Ja, persze, irigykedik, igen. Jó, bébi. Ez már következő? Igen, a következő. Bébi, nem fogsz így vigyorogni, ha Dorináról lekerül a smink. A bébinél még azt hittem egyébként, hogy Dorinának szól majd, de nem a bébi ebben az esetben Patrik, aki majd nem fog így vigyorogni, hogyha Dorináról lekerül a smink. Tehát, az abszolút elkeseredett, az abszolút reménytelen, akit soha nem visznek el egy randira, aki az bűnronda rohadt irigy, hogy elmentek ketten, és jól érzik magukat, és gyorsan bekommentel. És ez a megelőlegezett bizalom, hogy Dorina nem azért sminkeli magát, mert igényes, mert fordít a külsére egy kis figyelmet, nem azért, mert el akar fedni valamit. Jó. Azt mondja, hogy a nagyot mondó sokat látott, a tapasztalt. Vicces, hogy vannak emberek, akik elhiszik, hogy összejönnek. Csináltak egy kis műsort, és ennyi. A sok idióta, tehát egy picit merít, és egy nagyobbat, a sok idióta meg drukkol nekik. Holnap után már a nevük sem emlékszik senkit. Igen, ő is az abszolút elkeseredett. De ő nem csak Dorinába és Patrikba rúg bele, hanem gyakorlatilag mindenkibe, akinek ez az egész tetszett. Egy picit is. Hú, azért van bajocska Patrikunk felső fogsorában. Hát ez az, és ez a legalja, ezt hagytam tényleg a végére. Kínóban nem etek, de jó. Ez már tényleg a legalja, tudod, amikor gyakorlatilag bármilyen lehetne az a fotó, tehát lehetne jobb profil, bal profil, mosolyoghatna, nem mosolyoghatna, lehetne távoli, közeli, fürdőruhás, smokingos, neki tök mindegy, úgyis találna valamit. Van baj az a felső fogsorában. A legalja. Igen, hát... Ah, kíváncsi lennék, hogy egyébként ez egy tipikus magyar dolog, tehát egyfajta hungarikum, vagy azért ez van-e máshol ilyen? Nagyon kíváncsi lennék, van, tényleg. Van. Ugyanez a fajta nagyon rossz indulatú, nagyon brutális kommentelési szubkultúra, ez ugyanúgy megvan máshol. Nem azt mondom, hogy ott a kolbászból van a kerítés, és minden sokkal jobb más országban, tehát nem erre gondolok. De mit tudom én, ha az angolokhoz elmegyünk, vagy Amerikában, vagy a németeknél, és még van egy-két ember, akit szeretnek. A kultúra hihetetlen. Elképesztően kapják ott is. Volt egy néhány hónap az első eset, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, még talán mi is beszéltünk egy pár szót, amikor egy profi boxolót valaki addig vegzált Angliában, így ez egyik ilyen közösségi portálon keresztül írogatta be neki mindig az okos kommenteket, meg hogy ő mihez ért, meg mihez nem ért, meg mennyire jó, meg mennyire nem. A fickó elment és megkereste. Megkerest és becsöngetett hozzá. Na, akkor most mondja. Most mondja a problémát. Igen. És aztán az lett a dologból, hogy kihívta ugye be egy meccsre, aztán elmentek, és rendesen egyébként kesztyűvel, minden, amit bementek a ringe, és leütöttem. Na, ez jó, de legalább kiállt vele. De hogy ott is azért folyamatosan ott is megy. Ezek. Persze. Na, jó van. Hát igen, fura, ezt mindig megállapítjuk, de ezért is jó ez a rovat, hogy érdekes, hogy mennyi elfuserált ember van, nem? Aki tényleg annyira frusztrált és boldogtalan, hogy már nincs, valószínűleg nincs más. Tehát tényleg ez az egyetlen dolog, ahol ezt még kiérheti. Nem hallgatja meg. Nem hallgatja vagy meg. Nem is volt soha, aki meghallgass. Nem is fordul rá. Nem is fáj mindig a feje. Ugye, hogy nem akar már tőle semmit, és emiatt. Akkor kommentelek egyet. Maradt a kommentelés. Na jól van. Oké, megyünk tovább. Itt van a játékosunk. Hármasugrás. Játsszuk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na. Csörög. Mindjárt itt lesz. Csör. Anna megtorolkodta ezt a játékot. Biztos dumál valakivel. Mit csinál? Telefonon intézi az egészet, most teszi fel a kérdéseket. Ismerős játszik és elmondja gyorsan a kérdéseket, ezt szeretem. Halló, jó reggel, ciao. Halló, sziasztok, Patrik vagyok. Szia, Patrik, hát egy héten belül két Patrik is. Halló, Patrik, jó reggelt. Ciao, honnan hívtál minket? Hát most Ausztriában vagyunk, apukámmal dolgozunk, amúgy pedig Átfalváról, Sopron mellett lakunk. De mit csináltok Ausztriában? Villanyszerelünk. Villanyszereltek? Jól hallottuk? Aha. Igen. Most pont szerelsz, hogy...
Kicsit olyan, mintha másra figyelni. Hát most megyünk pont az egyik építkezésről a másikra. Aha. Tehát most apukáddal ülsz. Apukáddal ülsz egy autóban. Igen, igen, ő vezet. Aha. Na jól van, milyenek a kérdések, Jansson? Jó, közepes. Úgy érzem, hogy semmi extra. Semmi? Ne kapkodjatok, jó? Az a lényeg. Beszéljétek meg inkább. Na, mehetünk? Jó, rendben. Mehetünk. Így szól a kérdés. Melyik kontinens egyik városa Szamarkand? Hangzás alapján is. Melyik kontinens lehet? Akkor legyen Afrika. Gyors volt, ez egy gyors játék volt. Hát, ha már mondanod kellett egy kontinens, mondtál egy kontinens, igen, de nem az volt. Nem, sajnos Ázsia. Igen, Ázsia. Hát nem tudtuk sajnos. Igen, ez nekünk is úgy jön. Patrik, gyors játék volt, köszi! Szia, jó munkát nektek! Köszi! Ciao. Hello! Hello, Patrik, ciao, hello! Hát ez gyors volt. 3 perc van, pontosan 9:30, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! 9:50 múlt. Pontosan 4 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Azt nézem, hogy picit kevés a közlekedés ma reggel, lehet, hogy minden rendben van. Sen nyugi, ott maradtak az emberek. Igen. Azt mondja, hogy van azért egy-két guzmi. Kerepesi út őrsvezér térfelé stadionoknál. Egy-két mi? Guzmi. Van guzmi. Guzmi. Elesni látszik. A Kerepesi út, az Őrs felé. Lajos küldte nekünk. Tiszaújvárosi körforgalomnál full rendőri kontroll mindkét oldalban, ezt pedig Norbika üzente. Na, azért írnak a trollok nekünk is. Igen. Jó, hogy nektek, jó nektek, hogy ti bezzek, tökéletesek vagytok, pont. Tehát van, aki még a rovaton is fel tudja magát húzni, igen. Sajnáljuk, ha érintett vagy ebben a történetben, nagyon nem lehet könnyű. Ugye? Hát, az emberek önmagával lenne a legnehezebb 24 óráig, gondold el? Hát ugye? Mi csak olvassuk őket és nevetünk rajtuk, de hát amikor ők saját magukkal vannak 24 óráig, az milyen nehéz lehet. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, miről volt szó itt a Morning Show-ban. Egyrészt beszéltünk arról, volt kézilabda játékosról, aki először azt gondolták róla, hogy baltával, majd később kiderült, hogy seprűnyellel ment be, ugye, és próbálta számon kérni a fiatalokon, hogy ki itatta le a fiát, és hát mindenki megrettent tőle, van, aki az ablakon keresztül menekült, ugye egy felháborodott szülő volt, aki bement, és hát, vagy próbált igazságot tenni, hogy kibánt így el a fiával, mert hogy a fiát mentő vitt el, annyit ivott. És aztán arról beszélgettünk, hogy milyen szörnyű élmény, amikor az ember először találkozik fiatalkorában az alkohollal, és hát erre hiába készít föl a szülő, hiába beszélünk róla mi is, hogy ne igyon senki, és ez egy rossz dolog, és abszolút tényleg mindenki vigyázzon magára, az első találkozás nem jó. Nem jó, amikor is hát felelőtlenül kicsit többet iszol a kelleténél, és először tapasztalod meg azt, hogy részeg vagy. Az SMS-ek is bebizonyították, hogy tényleg nem éri meg, senki ne csinálja. Szörnyű. Ugye? Amikor a szervezetet felkészületlenül egyszer csak alkohollal találkozik. Erről beszélgettünk, az első lerészegedés élményeit küldték el nekünk a hallgatóink. Hát mindenkinek traumatikus élmény. Az tök mindegy, hány éves korban történik az első, de ráadásul sajnálatos módon korán is szokott volt kezdődni ez a dolog, de tök mindegy, hogy hány évesen, azt hiszed, hogy nagy fiú vagy nagy lány vagy, kipróbálod, a vége ez meg tudom, lesz. Hogy nem jó. Így van. Erről beszélgettünk valamit, ami drága Gáborunk is itt volt, és a fagyasztott ételeket beszéltük kicsit át, mert megjelent egy cikk, hogy egészségtelenek lehetnek, annak ellenére, hogy akár zöldségről vagy gyümölcsről van szó, aztán Gábor gyorsan rendet tett a fejekben, hogy mi a helyzet a fagyasztott ételekkel. Erről volt szó ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt pontosan, 3 perccel. Itt vagyunk, Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, ne is kérdezzétek nekem, milyen történetem nincs. Te azt gondoltam, hogy te egy szent ember voltál világéletedben. Ha egyszer, nem tudom, 14-15 évesek lehetünk, ugye a bátyám meg köztem 1 év van, és már szerintem elkezdtünk zenélni, és a Tóth Tibi volt a dobosunk, és valahova elmentünk mulatni, azt nem emlékszem, hogy próbaterembe vagy a Tibiéknél, teljesen mindegy, hogy
bátyám egy kicsit többet ivott, mint mi, és úgy kellett hazavinni, hogy, hogy ugye két oldalról támogattuk, de hát lógott a feje, és a cipő, igen, az órát pedig húztuk a betonon, és anyámék is voltak valahol, és jöttek mögöttünk hazafele. Ugyanígy. Nem. Mint aztán később, évekkel később kiderült, arról beszélgettek, hogy ezek a mi gyerekeink lehetnek-e. Nem, mert hárman vannak, és különben is a Zolika magasabb. Tehát aki lógott a feje, tehát nem lehet Zolika, hiszen hát magas. De otthon aztán szembesültek a történet. Nem, ez mire ők, valahogy mi, ők tettek egy kanyart, vagy mi tettünk egy kanyart, nem tudom, nem derült ki. Évek múltán derült ki, hogy az ott voltunk valójában. És hogy emlékszik rá az ember ebben, ez a megdöbbentő, nem? 16 éves voltál. Lehet, hogy már jelen emlékszik rá, de én igen. Csomó élményed nem marad meg 16 éves korodból, de ez a szörnyűség, mint az első berúgás, az a rossz érzés, az egész, ami ezzel jár, a másnaposság, és minden, hogy tényleg nem jó, és ne is igyon senki, és nem is tanácsoljuk senkinek. De tényleg szörnyű. Szörnyű, mert pálinkát itattak velem a szexádi szársörzőben sörrel. Atyis. Mind a kettőnek rossz íze volt. Nem jó, persze. De tartottad magad, hát a haverok előtt nem lehet bénának lenni, nem ki a férfi. Biztos akkor már voltam 15, hát csak megmutatom, hogy meg tudom inni. Meg is tudtam inni, csak nem maradt bent, ez volt a baj vele. És hát tényleg ez van, hogy rossz íze volt, szarul érezted magad tőle, tántorogtál, nem volt jó, másnap is rossz volt, tehát akkor minek? Pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. Igen, azóta is keresem egyébként, tehát mindig megpróbálom újra, hogy okot szolgáltassunk hozzá. Kérdezem, hogy hölgye maga ívott? Nem, ivett. Ez arcon vágott. Én ezt szeretem, vicceket nem szabad egy rádióműsorról beolvasni, mert ez a halálad, ezt bírom. Ez vicc volt. Hívjuk a naphallgatóján. Jó. És aztán szépen lassan elköszönünk. Nem, hát ez nincs meg. Dicsértessék, azt írja valaki. Kéne Gábor reggeliének a receptje, mert a melóban tegnap is nagyon rosszul kötött a glett. Ledobta a fal, kipróbálnánk. Írta valaki Gábor mai kölecspehelyes reggeliére. Egy kis biocsiríz. Igen, Laci volt a naphallgatója, vagy hát ő lett. Lacikám, ha hallasz bennünket, nem tudtad fölvenni, ajándékcsomag viszont nincs. Kézzed, Feri volt az RTL-en tegnap. Felvételt készítettünk. Készítettünk Ferenccel, és debütált az RTL-en. Átment szombat este? Átjött szombat este, tegnap forgattunk, igen, és benézett hozzánk Feri. Hosszú-hosszú ideje, vagy én nem is tudom, hogy valaha voltál-e. Voltam a főzőműsorban, meg is nyertem nálatok. Tényleg, főztél. 100 évvel ezelőtt volt, igen. Ugye, az nem a Vacsora csata, az volt a neve, jól nem, ugye? Vacsora csata volt, igen. Vacsora csatáztam ott, az nagyon-nagyon jó volt annó, és akkor aztán oda mentem a TV2-höz, ott voltam, akkor nem hívtak. Tavaly, amikor ki voltunk Afrikába, akkor betolakodtam a műsorunkba. Igen, az csak egy fél csettelek is. Rövid szerep volt. A fiúval, és most benéztem. Rövid szerep volt. Beengedtek? Be. Sőt, hívtak is. Képzeld, nem csak úgy oda mentem, hogy a jó napot kívánok a Jani, meg a Balázs itt van, szerintem én is hadd menjek be. Kedves portás bácsi. A biztonsági őrök Feri elé vetették magukat. Ez valami tévedés. Ez nem a Róna utca. Ja, de úgy mentél, hogy vittél valamit a hétvégéről, gondolom így engedtek. Persze, nyilván mindenki ilyen kolbászosztogatott a rendszer. Engedjenek be. Tessék. Szóval Feri is volt a gyertekában. Majd szólok, mikor leszek, jó, és akkor megnézheted. De be tudsz számolni a különbségről? Tehát, hogy a kettő között, két tévé között belülről. Belülről? Mert hogy a Balázs nem tudja, milyen belülről a másik. Ja, más. Szerintem a Jani is. A híreket hallok. Az pont elég. Igen, híreket hallok, hogy mi történik a másik oldalon. Az egyelőre nekem pont elég. Be de hírigazgatóval itt nem elvárni. Találkoztam. Nem? Hogy az itt milyen? Hát igen. Igen. Na jó van, oké. Csabikám, milyen zenék lesznek? Kicsit régebbit hozok nektek. A Janinak vannak bajai a Nickelbackkel, mert hogy állítólag az árulókkal. Elpuhultak, már majdnem más szót mondtam, és áruló, ugye? Tehát szerintem ez a korszak, amiből most hozok egy dalt, ez még te is szeretted. Ez a This Afternoon. Egy kicsit korábbi. Tehát nem a legfrissebb. Azt hiszem, hogy ezt a korszakot még te is szereted, mert még nem alakultak meg. De soha nem szerettem a Nickelbacket? Szerettem. A régi Nickelback nagyon jó volt. Szerintem a mai Nickelback az ugyanolyan jó, mint a régi. De most nem kell ezen összeveszni. Ez az én ízlésem, de mondom, olyat hozok, ami neked is tetszeni fog.
Köszönöm szépen előre is. És hát nem te vagy a lényeg, szerintem a hallgatók is bigerni fogják. Ez most új? Nem, azért mondom, hogy egy kicsit korábbi. Ja, megérkeztem a beszélgetésre. De mennyi zenekar? És miért jó ez a szobrány? Miért keverted bele, Jani? Igen, és most mit hoztál Prince-től? Jól van, meghallgatjuk. Neked, tessék. Látom itt a monitoromon, igen. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, ha szeretnétek tőle dalt kérni, akkor ezen a számon megtehetitek. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Ez volt a műsor, amelyre a